Szeretettel üdvözlök mindenkit a Final Fantasy VII Rebirth című játék következő epizódjában. Nézzük már is, hogy hol tartottunk benne. Megnyomom a folytatás gombot. Ez az új terület volt, a Gongaga nevű terület, ugye? Hát, ja. A Gongaga nevű területen Cisznei házában vagyunk. Ugye most sikerült ott a reaktornál balhézni, igen, és itt volt az, amikor Felhő teljesen kikelt magából, Tifát belökte a vízbe, meg is sebezte, nézd meg, ott ülnek a csajok egymás mellett a szemét, vagy nagyon... Fú... Várjál? Felhőcskére gondoltam. Aha, szóval, hogy a livestreamben mennek a fekete viszperek, és ezek Sephirottal vannak? Igen. Legalábbis nekem így tűnt, amíg ott voltam bent az életfolyamban. És van ötleted, hogy ki nyer? Meg tudod mondani? A livestream nyer. A bolygó. Mi nyerünk? Tesz, hogy mi nyerünk. Mire számítottatok? A bolygóról beszélünk. Tudjátok, hogy beleönti a szívét, lelkét ebbe a harcba. Tudjátok be a szemeteket és hallgassatok. Tudjátok, hogy nem halljátok a... Összehívó töltését. Ugye, hogy Sephirothot nem lehet könnyen legyőzni, és hogy másokra is szüksége lesz hozzá, de mi vagyunk azok, akik viszont hát gondolom le tudják győzni, úgyhogy be kell mindent áldoznunk ennek érdekében, hogy megmenthessük az ő életét, a bolygó életét. Elég hangos most már a játék, vagy vegyek még egy picit visszább, így mondjuk. Ez így nekem jónak tűnik. Benne vagytok? Hát persze, hogy benne vagyunk, mondja Eris. Na, mire sikerült itt közben lépnem? Aha, jobb helyek is vannak ez ilyesfajta beszélgetésekhez, mint a Cosmo Canyon. A planetológia otthona. Itt van a sarkon túl, nem? És ott vannak matériák? Mert hogyha vannak, akkor benne vagyok. Totál benne vagyok, mondja a kis csaj. Mi van? Mi az, hogy valami immemóriál? Az mit jelent? Hogy hogyha valami memorial, várjál, akkor ennek a fosztóképzője, ugye? De lehet, hogy nincs is alapvetően memorial nevű szó. Csak így ebben a formájában létezik. Szóval az idő az időtlen? Vagy hát valami... na mindegy. Ez egy olyan hely volt, ahol az ősi tudás és a bolygónak az energiái ott vannak. Oké. Nem mondj többet, menjünk azonnal! Nézzenek oda, Red! Itt nőttem fel, azt mondja, azt a... Oké, hát akkor menjünk is. Mitől izgult fel annyira a kutya, kérdezték közben. Aha, ez egy kicsit felgyorsítja majd a dolgotokat, nem lesz egyszerű az utazás. Van egy régi ilyen airstrip a környéken, és részben az út részén előre tud titeket vinni. A déli kapu után az ösvényt kell használni, oké. A csokobók nem akarnak csatlakozni, mert most jelenleg hiányban vagyunk, nem tudunk csokobon. Na jó, oké. Hallottam, hogy itt van valahol, ólálkodik. Ez meg Fangó. Régi megkedve titeket. Több mint boldog lesz, hogyha a hátára ültök fel, és azzal mentek, oké. Kösz, Cisznei, mindenért. Az miféle fegyver? Jaj, az volt a grappling gun. Ha szükségetek van bármi másra, akkor kérdezzétek körbe a falut, mondta a lány, és ezzel úgy néz ki, hogy el is engedték a kezünket. Mindenki újra itt van a csapatban velünk, gondolom, hogy nincs értelme most pihengetni. Azért belenézünk még itt a házba, hát ha van valami félre téve nekünk, de szerintem maga a ház az most már talán üresnek nyilvánítható. Micsoda puskák vannak itt eltéve, meg ilyenek, őrület. Nem láttuk még Redet úgy, hogy hagyta volna magát simogatni, ugye? Új questek elérhetők a régióban. Red mindig beszólt mindenkinek, aki esetleg hozzáér. Ó, hát itt már őrület. Őrület bandák játszanak. Elvette a grappling gunt, igen. Van egy küldetésünk? Taníts engem, nagy harcos? Keresek valakit, aki megtanít engem a harcos útjaira?
hogy elérhessem a teljes bennem rejlő lehetőségeket. Nem számít a szenvedés, nem számít az áldozat. Megteszek mindent, ami ehhez kell. Ez a fiatal koalíció újonca? Fiatal koalíció, az mi a fene lehet? Grandma Hen azt mondja, hogy el se hiszitek, hogy milyen állapotban van a csirkeólam. Új lyukakat vágott bele az a fekete cucca reaktorból. És akkor kibejárnak belőle a kis állatok, ugye? Aha. Fél attól, hogy elragadják a ragadozó állatok őket. Segíteni kellene a mamának. Persze, megyünk, mama. Final Fantasy 8-ból is megnéznék egy reméket. Állítólag most van valami szó erről. Na, a Square Enix most egy kicsit bajban van, mert le kellett állítaniuk néhány projektet, ami éppen futott náluk. Kellemetlen, mert a Final Fantasy Rebirth, ez a játék, nem hozott akkora eladási mutatókat, mint az előző része, ugye az alap, az első egyharmad. Csoda, Tilla, köszönöm neked a negyedik havi Prime-odat, hogy vagy, mi a helyzet? Üdvít, jó estét! Nagyon szépen köszönöm. Szóval nem hozott olyan jó eredményeket, meg a Final Fantasy 16 sem hozott olyan jó eredményeket, és emiatt most néhány projektet be kell, hogy fagyasszanak, ami eléggé kellemetlen, mert én a Square Enix játékait például tökre szeretem. Szerintem, hogyha van olyan kiadó, vagyis hogy fejlesztő csapat is, már jár, hogy van, hogy a fejlesztők dolgoznak a Square Enixnek, ugye ők kiadók. Na igen. Lényeg az, hogy én őket nagyon tudom szeretni, tök jó játékokat jelentetnek meg. Itt van a mama, akinek a csirkeólával van valami gáz. Van egy percetek? Persze. Nem igazán. Szél szétfújja mindenhová a reaktorba azt a fekete bigyulát. Nem mondom, hogy bármikor jó állapotban volt ez a csirkeól, de most nézd csak rá, mindenhol lyukak vannak rajta. Olyan nagy lyukak, elhiszed? Betömködtem őket, de ezen túl nem tudok többet tenni már. Körbe-körbe szaladgálnak a csirkék. Hogyan kell egy ilyen öregasszonynak összekaptosnia mindet? Nem bírok el egy egész csirkével, jól van. Akkor felajánljuk a segítségünket. Akkor csak el kell kapni a csirkéket. Köszönöm, kedvesem, igen. Imádják ennek a hangját. Használd, és akkor akárhol is bujkálnak, elő fognak jönni, azonnal hazajönnek. Aha, az orrom az jót fog tenni itt, mondja közben Red. Hárman még mindig a faluban vannak, itt kellene kutatnunk, a környéken, aha. Ez fájdalmas lesz ez a küldetés, azt elhiheted. És akkor ezt le kell hajítani, és akkor odajön a csirke, és nézd, úgy húzigálni kell előtte, ez hülye? És ezzel fogod visszacsalni? Normálisak ezek? Jézusom. Jézus, oké, hát ez nagyon HC. Várjál, ott szalad egy kis szaros, és akkor most ki... Na várjál. Ez a csirkeólnak minősül? És csak? És húzigálnom kell? Ez hülye, ezek a japánok nem normálisak. Most akkor jön. Nem, ezek szerintem otthon vannak. Szerintem ezek otthon vannak, várjál. Akkor ide kellene behoznom. Jó, és Red meg itt megy előttünk. Red megmutatja, hogy... Jézusom. Oké, mehet a csirek. Nyomod. Figyeld. Húzzad fel, hogy ne szarozzál, húzzad. Aj, ne, túl közel ment. Elvesztette az érdeklődését, tedd el és próbáld újra. Ez hülye. Ez nem normális. És most ezzel... Hát ezt nem tudom elképzelni sem. Hát hogyha valaki mondta volna, hogy én ma csirkéket fogok csalogatni ólakba, én nem hittem volna el neki. Gyere. Nyomod. Gyere. És ezek bárhol lehet... Hoppá! Ezek bárhol lehetnek? Hazaért? Ott is van, a kis pipiti. Van egy macskánk. Na jó, de hát ennek kesztyűje van, szerinted hozzányúlna. Ez is csirke? Igen, de ez már itt lakik. Úram, Isten. Hallod, Red? Keressük már meg őket. Hova ment Red?
És végig kell, ott is vannak. Az az lesz. De ez egy másik csirketartó. Hát ez a csajé, nem? Ezeket be lehet csaklizni? Nem. Ez nem az, ezek nem a mamáé. Az sem mindegy, hogy milyen csirkéket fogok... Hallom már! Szevasz, hopeful cake, uvu. Hogyha distracted, akkor várj egy kicsit. Jó, igen. És akkor álljál meg. Jó, álljál meg. Tehát, hogyha kérdőjel, akkor megállsz. Barretto, hallod? Láttál már ilyet? Most elhiszed? Barretti, addig menjetek már oda a fő küldetésre, mert én ezek el fogok szarozni. Sokat újítottak a remékek. Persze. Hát az alapvetően nem ilyen volt a játék, hogy... Csirkéket kellett gondolom szeregetni benne. Miért nem mehetek hátrébb? Várjál, valami... Van mögöttem. Úristen, felhő nyomod. Ne, hozzáért a kis... Jaj, ne! Vissza a Square One-ra. Hát én nem tudtam menni, hát olyan volt, mintha egy láthatatlan fal lett volna mögöttem. Ez nagyon szemét. És most meg kell várni, míg visszamegy. Gyere. Gyere. Huszon egy méter. Hát egy tyúk lépésben halad. Na jó, tudod mit? Szerintem ebből a küldetésből nagyon nagy rewardra kell számítanunk. Szia Peki Petra, hogy vagy, mi a helyzet? Te szoktál csirkéket szeregetni? Mi? Tartsd úgy, amikor a csirke... Nem jó. Várjál, mert amúgy közel van nyomod. Gyere! Új! Az baj! Oké! Okay. Az baj, az ott nem nagyon jó. Menjél már innen a hordóddal, te... Na, gyerünk! Jézusom! Na jó, hát közben legalább beszélgethetünk itt random dolgokról. Várjál, megint túlnőt rántottam rajta. Azt a mindenit! Szerintem ezeket a játékosok legtöbbje nem csinálja meg amúgy. Csak én vagyok ilyen bajom. Barom. Ugye ezt megértettek a játék legnehezebb küldét, nem? Ez a peak gameplay, így nevezik. Ez a Final Fantasy élmény legteteje. Gyere! Hopp! Na! Ó, jó Isten, menjél felhő, menjél, mert ráharap. Most tényleg mindegyiket oda be kell csalni, tehát nem olyan, hogy... Jézusom, oda igen. Nem olyan, hogy mit tudom én, négyet rántasz, és akkor 30 másodperc után esetleg azt mondja, hogy visszamegyek most már haza? Jó, megvan. Azt a mindenit. És mi lesz azokkal, amelyek nem a városban vannak? Mi lesz azokkal, amelyek kint vannak? Red, hallod? Láttál már ilyet? Hol van a macskán közben? Vagy kutya az amúgy? Ilyen kár, hogy nem vagyok igazi macska, mi? Akkor mi vagy te? Kétszíz? Én vagyok a jövendőmondó. Jajjajjaj. A régi elemeket fel kéne tölteni, azt mondja. Lehet, hogy egy robot? Még nagyobb szívás jön, igen. Hogy vagy, Peki Petra? Milyen napod volt ma? Hogy lehet-e speedrunolni? Hát a melléküldiket nem lehet szerintem. Van egy olyan érzésem, hogy ez nem úgy megy. Nézzük már egy térképet. Ja, most akkor innen kell. Aha. Az viszont pozitívabb. Tök jó, hogy megcsináltuk a kártyás meccseket, mert így most már nem fogtok kiakadni, hogy kártyázgatunk. És... Ott a mama. Itt van Red. Red megindul. Megérkeztünk. Hajítod. Amikor a csirke charge-olni akar, nyom meg az L2-t, hogy visszarántsd. Ez hülye. De nem tudok olyan gyorsan haladni. Charge-olni fog. Uramisten. De mi? Hát ez milyen hülyeség? Hát milyen barom dolog volt ez? Hogy rá charge-ol. Várjunk már, mert nem tudok ilyen gyorsan hátrálni. Peak Gameplay Experience, így nevezik angolul. Hala,
Nehogy elkezdj nekem charge-olni, mert meghűlök. Úristen. Berage-elt. Gyere vissza! É, te kis szaros. Nem hallja. Ez süket. Hát de minek szarozok olyan csirkék, amelyek süketek? Hát... Haver! Uramisten. Ne álljatok már az útba, hallod? Itt durva csirkézések vannak. Red, kap már el a torkát! Hopp! Valami történik. Valami van. Szavazz, Doc Holiday, hogy vagy, mi a helyzet? Hogyan tudnék szaladni? Egy helyben állsz, elindulsz. Ma hallod? Várjál, lehet, hogy... Oké, nem baj, lehet, hogy ide is elég bejönni. Itt vannak még csirkék, ugye? Dobjuk csak ki, lehet, hogy elég ide is bejönni. Gyere! Úristen! Úristen! Hopp! Hopp! Charge-ol! Na! Mondd már, hogy jó helyen vagyok. Ezt nem mondod komolyan. Hát itt van a pajtásod, az összes pajtásod itt van. 30 évvel ezelőtt még nem így kellett befogni őket, tehát gondolom. Állj. Hol vagyok közben? Ugye nem azt akarja mondani, hogy... Várjál már, itt nem is fogja beengedni. Ez hülye. Tehát, hogy ide nem tudod behozni, mert meg kell kerülni az egész épület együttes. Mama, hol tetszik lakni? Ott balra. Jó, hol a csirke? Ott megy. Oké, hallja, azt hiszem. Ó, barátom, akkor lett kérdőjeles, amikor éppen... Jó, minden, megoldok mindent, semmi gond. Gyere! Hát amikor elkezd charge, látod, most például jobbra nem tud menni. Lehet, nem tudott ott valamiért jobbra menni, nem tudom miért. Na, ne mozdíts, ne! Ajaj, charge-ol! Ez egy állat! Normális vagy? Felhő, hol van az a... Ott jó fele viszed. Jaj, nem már megint hozzányúlt, de ez a pokol maga, ez a küldetés. Én úgy érzem. Hát ezt valakik olyanok találták ki, akik nem a játékos szeretetéért csinálták ezt, hanem hogy a játékos szívjon mindent. Keresztbe, hosszába. Jaj, várja, mert nem látja, rosszul van. Hát én szerintem ez fixen valami ízé. Mama nem látja a csirkét? Fogja már meg, hát rosszul van. Jézus, mama! Jó Isten, hazajött. Fogja már meg. Ráhívom a rendőrséget mindjárt. Jaj, annyira aggódtam miattad. Ez a kedves Peti. Már csak Pipili marad. Hát de milyen messzire mehetett? Ó, mama. Nem baj, hogyha döglöttem, hozom haza. Azt mondja, hogy a leszálló pálya felé ment, és az állatok, a gonoszok is arra tartanak. Horgászos küldetések, Square Enix-es feldolgozás? Melyik horgászósusak? Menjünk Red után, mert van még egy csirke, de hát hogyha idáig vissza kell hozni a csirkét, én meg fogok ülni. Nem baj, hogyha dead, az egyáltalán nem baj, hogyha a findek arra mentek és meghalt, vannak nagyobb problémák is. Ez kicsoda? A csajci, aki a Chocobo Vendor. Gold Dust. Itt van nálam mindenféle dolog, de hát rengeteg van már ezekből nálam, úgyhogy nem veszek nála semmit, trédelni fogunk. A Rodeo Leg Wraps. Úgy látom, hogy... most vagy a Rodeót veszed meg. Most a Rodeóból, akkor ezek szerint az hiányzik. Ja, Istenem, igen. Na várja, a Treasure Hunterből megvesszük a teljes setet, jó? Kincsvadász csokobónk lesz, mert hát nyilván be kell öltöztetnünk, anélkül nem működhet a játék, hogy a csokobódat nem öltöztetett fel. És itt van, aha, ez lesz az. Ti szoktátok a csokobókat öltöztetni? Rodeo őrület. Ez lesz a Trejo Hunter, igen. Itt a következő, és itt van még egy. És ezeket színezheted? Edit Colors. Aha. Jó. Color set, igen. Ilyen narancskék lesz, így. Ez tetszik. Nem tetszik amúgy, de most már ilyen lesz, arom. Jó ronda lettél, kis barátom. A Skyrimban hülyét kaptam, mire véget ért a horgászós Anniversary bónusz küldetés. Mi? A Skyrim? De hát az Bethesda, az nem Square Enix.
itt vagyunk a Gongaga régióban, és jobbra lenne a fő küldetés, és oda megyek be, hogy kinyitotta a kutya a kaput, oda néz. Ezt kitanította meg ilyenekre. Innen kell egészen bevinni a csirkét. Oj! Ja nem, ezek nem olyan enemik voltak, ezek nem enemik, ezek csak ilyen kis izé, gibbonok. A Kata 148 a múltkor megtanított, hogy mi az a gibbon, és akkor onnantól kezdve már nagyon képben vagyok. Előre mondta Jadló, ez nagyon szépen köszönöm neked az ötödik havi előfizetést. Hogy vagy, mi a helyzet? Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Nagyon hálás vagyok érte. Főleg most, hogy egyrészt fejlesztések állnak előttünk, másrészt pedig a Teach most már egy kicsit normálisabb az elosztásokat illetően. És nagyon hálás vagyok tényleg. Hopp, megint nem érti, hogy mi van. Ezt most tényleg haza fogjuk vinni? Ez nem szaralgurítás, ez már a hazavitel. Aha. Jó, meg kell néznünk, hogy hová fogunk elmenni egészen pontosan. Jó fele haladok vele? Nem is tudok térképet nyitni. Srácok, jó fele megyünk? Jó fele kell, hogy menjünk, nem? Mi történt? Megtámadtak! Mi ez te? Úristen! Mi történik itt? Nyomott felhő. Csináljunk egy SAS képességet, ismerjük meg az ellenséget először is. Ez egy Levridon, aki nem bírja a jeget. Kemény volt a mar. Mivel vagyok csapatban? Beszerd állapotban van. Mi volt ez a sok immunitás, amit benyomtam oda? Mert a jég. Snowflurry. Ó, Istenem, jó lett volna, hogyha működött volna tényleg, de nem működött. Mert hogy eltalált és ledöntött a lábamról, nem még egy ilyet. Most nem ment bele? Felhő, valami gáz van, haver. Elektronikus támadása is van, ez egy Pokémon? Counterfire-t nyom. Na jó, Yuffie segíts egy kicsit. Keresem a gombokat, hogy miket kell nyomatnom, várjál. Nem, felhő tudná egyedül hílelni magán, de ő le van stunolva. Látsunk át Yuffie-ra. Yuffie is szarul van, úgy látom. Oké, eltalálták, Yuffie is ki van az élettől. A macska viszont kemény attól. That's right, nézzük. Ott van a Stagger azonnal. Most fog menni egy Cold Front. Felhőcske csináljon egy fókuszált előrenyomulást, miközben Yuffie-nak kellene szerintem egy kis gravitációs támadást intézményezni. Nézzük meg, aha! Van nekem egy dodge and right, nem, dive, azt mondja. Melyik volt ez a támadás, ami nagyon tetszett nekünk? Ó, fortune telling. Ez azt jelenti, hogy vagy nagyot sebzel, vagy kicsit, vagy lehet, hogy megjósolja a jövődet. Nézzük. Hát ez most, hogy melyik lehetett ötletem így? De ez valami pokolbéli lény, nézd már meg. Lehet, hogy én szumbonálni fogok valamit, esküszöm. Yuffie, egy csokobót mugolt valamit. Nagyon nagy szarban vagyunk, rosszul vannak az emberek. Kicsit fáradt vagyok, csak lörkölök. Ó, Istenem, kitartás neked a következőkhöz, és nagyon örülök neked még egyszer. Ez valami boss amúgy. Förtelmes. Szerintem használjunk egy... Elhogy, gyere onnan. Mindjárt legyen a pont. Szóval felhő fog csinálni egy healinget. Egy kurát egészen pontosan oda saját magára. Itt nem találják el. Szokra!
Lávorral támadunk, blokkolt támadás volt felhőn, de nagyon sokat sebez az a rohadék. Mi ez a looping strike? Ebben majdnem nagy baj lett. Két Sisnek van limit képessége. Egy különleges technikát használ. Na, de nem tudom, hogy miért nem tudja ezt most használni. Lehet, hogy rajta kell állnunk. Na várjál, menjen egy Mugal Blast oda. És... limit képesség... miért nem engedi meg? Megvan. Rajta kell állnom. A Let's Ride-dal. Így. Ez meg felhőcske elfeküdt, és most használjuk a Magic Mugbox-ot, nézzük meg. Nem is rossz, nem is rossz, szép pressure volt, tetszett. Summon Abilities, Chocobo Kick mehet azonnal a Levridomba. Jézusom, 1300-at sebzett, jufi! Várjál, még a Chocobo bedurvul. ...1796-ot sebez rá, de meghal. De még mindig él. Azonnal használjunk egy itemet akkor magunkra. Hát én úgy látom, hogy Mega Potion-t kell nyomnom. Ez őrület, hogy ennyire szuper nehéz. Megvan a Stagger. Most kellene valamit betolni, ugye? Akármit, egy Windstormot akár. Itt ugye végezi, vagy vége van a csajszínak? Jufi, most nagyon vigyázz! Hál' Istennek, meg vagyunk vele! Ez nagyon-nagyon meredek volt! Ez nagyon meredek volt! Red ért a csirkéül? Hova megy? Nem kell aggódni! Aha, miután meglátta, hogy milyen félelmekkel szembenézni idekint, azonnal hazaszalt. Te beszélsz csirkét? Hát többé-kevésbé. Nagyon vissza akar jutni a faluba. Oké, hát akkor hadd menjem. Valami nem oké a teacher? Reklámot nézek, ahol szub vagyok. Az gáz. Az nincs helyén. Mondjuk etnéz, nincs ott melletted a feliratkozói jelvény, úgyhogy lehet, hogy lejárt már. Az könnyen lehet, hogy inkább ott lesz a gond, mert... egyébként be van állítva, hogy a suboknak semmiféleképpen ne lehessen reklámot csinálni. Nem tudom. Chocobo hátra pattanhatnánk, vissza kell mennünk, le kell ülnünk egy padra. Iszonyatosakat kaptunk, elképesztően szétverték a pofánkat, tehát rosszul lettek hárman. Na várjál. És akkor nyilván elrontom a térképet, mert mindig a rossz gombot nyomom rá. Itt a faluban kellene valahol egy pihenőpontot találni. Nem lesz pihenőpontunk. És akkor ez meg egy teljesen új terület? Hát legközelebb itt lenne. Ide lehet fast travel-ölni? Éppenséggel lehet, de akkor azt is megtehetném, hogy ide jövök. Aha, csináljuk ezt, oda megyünk gyalog. Ma jár le, de nem tudok reszugolni, bebugolt. Hogyha prime-os vagy, akkor lehet, hogy egy későbbi órában iratkoztál fel, és akkor amiatt még nem járt le a teljes egy hónap. Ez előszokott sajna fordulni. Sajnálom, hogy most ezeket a szar reklámokat nézett kell. Amúgy milyen reklám van most a Twitch-en? Visszaregeneráltuk az elvesztett HP-nkat, amire igencsak nagy szükségünk volt. Exkavációs Intel. Na ez azért király, mert eddig ezt nem tudtuk megcsinálni. Most viszont képesek leszünk rá, csak attól függ minden, hogy hogyan megyünk oda fel. Talán erről. Ugye most már van csokobónk, ami segít megtalálni az elrejtett dolgokat. Sajnálom tényleg, mert hidd el, hogy nem sok beleszólásom van a dolgokban. Annyit lehet beállítani, hogy a szubok is kapjanak reklámot vagy sem, és az ki van véve direkt. A hátam mögött lenne az a hely, és hogyha itt elugrom, akkor hova megyek? Hogyha itt rálépsz, akkor hova ugrasz? Beugrottam valami helyre, amiről azt se tudjuk, hogy hol van.
Jézusom! Ez még labirintusosabb lesz, mint eddig az összes, ugye? Nézd meg ez egy állat. Hogy ugrik, hogy repül? Förtelmes. És ez hova megy? Hát ezt így bejárni, meg felfedezni, hogy ki tudja hová ugrik, melyik platform, melyikkel van összekötve. Nézd meg, itt is lehet nyomatni. El fogunk szórakozni ezen a... nem tudom, Gilingalang régióval. Gongaga talán a neve? Azt hiszem igen. Itt volt egy láda, amit már megtaláltunk. Ezek szerint voltunk már erre. Lehet, hogy a lányok jöttek erre felé? És a reaktor fele megyek? Jé. Oké. Szerintem igen, a reaktornál vagyunk. Oké. Hát ez nem egészen úgy sült el, ahogy én terveztem volna. Megpróbáltunk visszafele menni innen. Meg a seggemet. Akkor nem, mégsem, bocsánat. Hát teljesen. Itt ugrottunk fel, és ide hozott le. Akkor ezt meg kell jegyeznünk. Az exkavációs interre én nagyon szeretnék visszamenni, de ötletem nincs, hogy azt hogyan érjük el onnan felülről. A csokobó hát az lehet, hogy segítene esetleg. Szerintem itt van fent. Meg kellene próbálni, az egyébként a summon, nem a summon, mondjad már, a matéria bigyula. Item transmitter, na végre kinyögtem, nem matéria, hanem a transmutáló cuccnak a következő chipjét kell ott megtalálni, hogy újfajta gear tudjunk craftolni a csapattársak számára. És azonnal vissza kell rendülnöm itt a harcokba, mert látszódott ennél a boss fightnál, hogy nem igazán ment ez úgy, ahogy én szerettem volna. Fel lehet menni egy kötéllel? Ó. Nyomod felhő, nyomod? De utáltam az tesi órán, te. Jézusom. Ha valamit rüheltem, az a kötélmászás. Én soha nem másztam fel a tetejére. Soha. A közepéig még csak-csak, de utána már... Biztos, hogy nem. Hát onnan leesni. Normális az az ember, aki oda felmászik. A legtöbb gyerek nem volt az, mondjuk. Gyere csak abból nyomod. És akkor most ugrunk fel oda, ahol elméletileg a következő nyomozó hely van, ugye? Mondd, hogy ott vagyok. Nem, totál nem ott vagyok. Jó, nem baj, de az irány az nem szar. Végtére is magasabban vagyunk, jó eséllyel fel tudok oda menni. Ez hova visz? Nem azt akarod ugye mondani, hogy ledobtál. De azt akarja mondani, oké. Hát ezt nem így terveztem. Hallod? Miért ilyen labirintus az, az egész dzsungel? Mindenki szokott így szenvedni ebben a dzsungelben, vagy csak én vagyok szuper béna? Én azt hittem, hogy felhajít minket oda, ahol menni szeret. Drakonitór, láttad? Valahol itt kiírta, hogy van drakonitór, amit amúgy egy mellékküldihez szerezgetünk kell. Ja, várjál, nem. Azt kell leadni majd. Tényleg volt itt egy NPC, akinek nem adtuk le a küldetését, amikor megtaláltuk ezeket a drakonitórokat. Ez nem az, ez a jobb oldali terület. Ide kell menni. Ez fog felvinni. Végre megvan talán. Azt a büdös mindenit. Hát milyen? Nincs meg. Ez a szar, ez ide ugratott le és nem oda fel. Oh no. Oké, hát ez... hát ez most... Várjál csak! Na, azt hittem hirtelen, hogy a kis csok... Tudod mit? Szarok rá, viszontlátásra. Éppen itt van az ideje, hogy valaki visszamenjen a városban, nem? Mint hogyha odament harangoztak volna. Valaki azt akarja, hogy legyek itt. És itt van nekint egy melléküldünk, a Rookies Request. Oda el kell majd mennünk. Itt pedig egy másik van. Kazrának kell riportolni. Tudok oda fast-travelölni? Még nem vagyok olyan messze. Átszaladunk a izén, aztán ott van. Jó. Leadjuk a mamának a csirkéjét. Megnézzük, hogy hazajött-e. És akkor nagyon kíváncsi vagyok, hogy erre a szenvedésre milyen rewarddal fog reagálni a mama. Szerintetek mit fog adni majd? Marék csirke szart. Ott is van már az elképesztő csirke. Jaj, de örülök, hogy mind visszajöttetek épségben. Tényleg nagyon boldogok, hogy újra itthon lehetnek. Na, elég sok probléma van velük. És összeterelni őket az még nagyobb probléma. Micsoda, hadd csináljak nektek egy grill csirkét? Ma este, pipili. Ez para. ez para azért. A mama az...
És most levágták a fejét. És most mindenki eszik, jól hallom. Hát ez... Nem is hiszem, hogy találkoztam valaha ilyen kedves emberekkel. Gyertek vissza bármikor, oké? Okay? Szereztünk egy szerencsés amuletet. Aha, rengeteg grill csirke van ott még, ahonnan ez jött. Hát, élhettek volna boldogan szaladgálva, hogyha nem hoztam volna őket vissza. Hát de muszáj ennünk, nem? Kérdezik Felhő. Red nem annyira boldog, amiért egy haverját most elveszítette. A vele való kapcsolatunk úgy tűnik, hogy kezdenek így elmélyedni. 2600 XP-t is kaptunk. Oda néz, Tifa szintet lépett, Eris, Redix, mindenki szintet lépett. Megérte megcsinálni akkor. Ott van Kate, Sis is fellépett most már a 35-ös szintre. Hát, hogyha így nézed, akkor tényleg tökre megérte, hogyha mindenki itt kemény szintlépésekben van benne. Ide kellene elmennünk, úgyhogy csináljunk ide egy fast travelt. Aha, nem engedi? De az jó lesz. Akkor menjünk inkább Csokobó? Nem engedi a Csokobó? Jó, hát akkor gyalog megyek. Jól van, nincs itt semmi baj. A lényeg, hogy tudunk haladni. 150 méterre van a Rookie's Request, ami egy 5 küldetésből álló mellékküldetés sorozatnak tűnik a játékban. Egyébként én szoktam szeretni a mellékküldetéseit ennek a játéknak. Bár azért lesz itt most szerintem olyan, hogy... Megemlegetjük, biztos lehetsz benne. A csirke után én már nem tudom, hogy mire számítsak. És szoktatok egyébként csirkéket összeterelgetni? Tehát, hogy van olyan időpont az életetekben, amikor arra szántok energiát, hogy csirkéket terelgetni, meg bezárni őket ólakba, meg levágdosni őket, és akkor utána megy a kopasztás, bocsánat, előtte még leviszed a földre, akkor folytás, megfogod így a kis judogiánál. Itt van a küldetés, ami nekünk kell. Na várjál, mert az ott van fent. Ó, barátom. Folytatjuk az őrületet. Talán innen? Úgy annyira igényesen van megcsinálva ez a dzsungel, amennyire csak igényesen meg lehet csinálni. És akkor itt van Ruki, ugye? Taníts engem, nagy harcos. Új kliens. Hát, ha már itt vagytok. Szükségem van a segítségetekre, hogy igazi harcossá válhassak. Vezessetek el a nagyságba. Szóval a Sotetsu vagyok. Kapitány nagyon sok jót mondott rólatok, hogy a legmodernebb sína fegyvereket hogyan tettétek tönkre. Szóval hallottál mindenről? Kérdezi Yuffie. Hát nem akarok itt nagy pofájú lenni, de azért elég rendesen összezúztuk őket. Tényleg? Meg kell tanítanatok, hogy csináltátok? Zeket muszáj büszkévé tenni, Zeket? Ő egy barátom, együtt nőttünk fel, együtt lógtunk meg ilyenek. Nem hallottam róla, mióta lelépett a faluból. De biztos, hogy egy olyan katona, mint ő, eléggé elfoglalt. Lehet, hogy nem állunk háborúban, de biztos, hogy tele van a keze mindennel. Azt mondom neki, hogy nem lehet ilyet? Nem érünk rá, mert éppen csak átutazóban vagyunk. Kérlek, könyörgöm nektek. Mi, hogy nekem? Ahogy megláttam a dobó csillagodat, azonnal tudtam, abban a pillanatban, ahogy a fegyveredet láttam, tudom, hogy te vagy az, aki meg tud tanítani engem a harcos útjára. Hát nem tudom, mondja Yuffie. De hogyha ekkora nagy fan vagy, ekkora rajongó vagy, egy vagy kettő matéria orb elég kompenzáció lehet nekem. Na mit szólsz? Persze, megteszek mindent, mondja Sotetsu. Azt mondja, zene a fülének. Szóval találkozzunk ott fent, amikor készen állsz. Ne aggódj. Több mint készen állok arra, hogy megszerezzem a tudásodat. Az komoly. Na jó. Azt mondja nekünk Yuffie, hogy menjünk oda, és nézzük meg, hogy mit fog tanítani nekünk. Kövessük ezt a Sotetsut, nézzük meg, hogy mi lesz itt a helyzet. Szegénynek jó hülye neve van. De lehet, hogy a Sotetsu az mondjuk olyan egy japán név, mint mondjuk a Géza vagy a László. Nem? Vagy a Zsolt esetleg. Na először is, egy ninjának szüksége van az állóképességére. Lássuk, hogy te hogy állsz ezzel. Végtérés egy ninja harcosnak. Készen kell állni a taktikai visszavonulásra, és... Oké, értettem. Mehet a tréning? Mehet, igen. Készen állok. Na akkor kezdődjön is az edzés.
Istenem, ez a kis csaj mennyire vékony. Hát összeroppantja egy kisebb szélfúvás. Ezeket kell meggyilkolni ott előttünk. Segíts Sotetsunak lesújtani az enemikre háromszor, pressurizáld és ne hagyd, hogy elhunjon. Jó, mehet. De hogyan tudná őket eltalálni? Hogyan tudná őket eltalálni? Várjál, talán jó lehet. Nálam kellene egy pressert valamelyikre. Várjál, felhő, figyelj, nyomjunk egy assist, mert nézzük meg, hogy mire van szükségünk ebben a fightban egyáltalán. Ahhoz, hogy pressurizálni tudjak. Aha, jó, tüzet kell rápakolni, rendben. Luffy, azt hiszem, hogy képes arra, hogy csináljon oda egy Fire Ninja Tool, ugye? Nem jól állunk. Elméletileg így kellene működjön, de nem így működik. Vagy csak nem jól tolom ezt most. Várjál, Firát rakjunk bele. Ott a pressure. És mehet. Vége is van. Akkor megvagyunk, ugye? Ennyi volt. Nincs vesztegetni való idő, mondja, és megy tovább. Ez egy öt állomásos küldetés, úgyhogy rendesen benne vagyunk. Yuffie visszaállította Sotetsut max HP-ra. Miért nem szokott nekem ilyeneket csinálni? Miért nem szokta visszaállítani a HP-nkat random fullban, nem? Úgy néz ki, hogy itt lesz a következő harci pont. Egészen szép kis helyen vagyunk, ez hol van? Aha, mert hogy ezen a helyen még nem lehetünk bent, már értem. Ide még nem jutottunk el, ugye, amikor bejöttünk erre, ez eléggé Bengának tűnik. Stagger an enemy, pressure enemies twice. De várjál, itt most milyen enemik vannak? Átalakultam BK-vá, hát ez aztán igen. Menjünk hátrébb, és gondoljuk át az életünket. Felhő nem képes most semmire. Yuffie-nál van assess. Leapfrogolni tudna ő most egyedül, ez baj. Onnan tudjuk, hogy milyen képességgel lehet őt pressurizálni. Felhő, hallod? Gyere már ki abból a... Jézus, amit mindenki össze fogja halni magát szerintem. Felhő meg nagyon nyomja a békát, ahogy hallom. Let's ride, mehet. Eddig jó. Vigyázzunk, hogy meg ne öljük őket, mert különben nem lesz az így működőképes. Fortune telling, mehet oda. Nem volt jó. Nem elég jó. Nem mondom, hogy csak kinyírja őket. Ez így nem. Erre biztos, hogy nem fogja tudni. Várjál. Failed. Ne. Ez így nem jó. Sotetsu, ez így gázos haver. Ez azonnali újra próbáért kiállt. Az lesz a lényeg, hogy meg kell néznünk, hogy mire gyenge, meg hogy lehet őket pressure-be tenni, ugye? Most próbáljunk ki egy assist, Snowflurry helyett. A kis békáknak mi volt a gyengéje vajon? Kaki Gandhi a neve, weakness az lesz a jég támadás. Oké, készen állunk. Erre mert nagyon-nagyon vadul nyomják. Van-e esetleg nekem spellem? Van Blizzardom, igen. Próbáljunk erre rányomni egyet. Ott van, és ez pressure? Ugye nem azt akarod mondani, hogy nem rakta pressure-be. Jézusom, akkor ez hogy lesz? Hogyha ez nem elég pressure, akkor nem tudom, mit kell tennem. Így nem tudod staggerölni sajnos. Nincsenek elementált fegyverek?
materiával, meg spellekkel tudsz alkotni, meg vannak ilyen skillpontok, talentfák, onnan is tudsz valamit összehozni ebben. Nem túl egyszerű, de megvolt. Ez fáján. Amikor a földön van, akkor kell esetleg rátolnom. Próbáljuk ki. Nem, ez nem fogja pressurizálni, ez csak kív lesz. És ilyenkor látod, leül? Nem jó, megint nem lesz jó. És amikor közelmész, akkor van vége. Nem jó, ez azonnali újra próba már megint. Hát ezzel most szívnunk kell, hogyha nem jól csinálod. Igazából győzünk, de veszítünk. A Yuffie az nem cuki vibe. A Yuffie 15 éves, úgyhogy ne is mondjatok ilyen hülyeségeket, Flash. Ő egy kisgyerek. Ki az, hogy Master Assassin, de... azért na. Úgy látszik, hogy nem töltöttünk fel, úgyhogy... fogalmam nincs, hogy várjál, de nyújtod egy ilyet? Ez most egy stagger volt, oké, de abba bele is halt a béka. Akkor úgy kell kezdeni, hogy két békára nyomod rá, erre még van esélyünk. Még van valami esélyünk, próbáljunk egy gyógyítást felhőre, meg készíszre. Felhő sem sokkal fiatalabb. Felhő már 20 jó pár éves. Azt nézem, hogy ambushban van, hogy rajtunk üssön, de... nem így kellett volna megoldani, ahogy látom. Most már esküd megnézem még egyszer, hogy mi ez. Erőteljes offenzív képességekkel, amíg ambushban akarnak vanni, vagy lenni, aha, értem, akkor kell... jó. Már látom, hogy mire megy itt a dolog. Folyamatosan a Stellar Blade-nek a harcrendszere van a kezemben, és ez nem szerencsés egyáltalán. Az most egy Trample, meg egy Rush. Nekünk az kell, most ne ütögessük őket, nem várjuk meg, amíg ambushalnak, ugye? Trample az nem jó. Jó, miért nem használják ezt a képességet? Jeez, nem merek támadni. Várjuk az ambust. Felhők kővé vált konkrétan, kővé változott a csávó. De ne bántsátok már addig, Flash. Erre lehet, hogy így ez mehet le, ugye? Most van egy ambus, de ő éppen meghalt. Ott van a stagger, de a pressure az nem jött meg. Akkor most, hogyha megölöm, akkor vége? Ez így nem lesz jó. Ez így nem... lehet, hogy jó így? Nem, ez kudarc, beszarsz. Ez nem lehet igaz. Csapó 4 következik. Na mindenki ki van akadva. Moki, hogy lehetsz ilyen béna? Hát így nem lehet játszani ezt a játékot. Hagyd már abba, hát ne csináld. Szóval nyomsz egy kettő ilyet. Most kell a spellekből a blizzardot használni a kiskulákokra. Erre egy. Ez nem hozta meg a staggert nekünk, amire vártunk volna. Ez hogy lehet, hogy a blizzard nem hozta oda be azt a dolgot? Na mindegy, menjen erre egy. Ott megvan az első pressure, oké. Okay. Ott van egy ambush a jobb oldalon. Yuffie-nak kellene használnia egy nagyobb fira képességet éppen arra, amelyik ambushol. Próbáljuk ezt ki? Nem. Erőteljes offenzív képességekre vágyott volna, hát az pont nem volt. Nyomjunk egy fókuszált előre nyomulást oda. Most van meg a pressure, oké, okay, és akkor most staggerbe kell tenni. Hál' Istennek megvagyunk. Jézusom, de nehéz volt ezt így megérteni egyáltalán. De most megvan. Matéria improvement jelentkezett, nagyon jó. Na menjünk gyorsan tovább, mondja. Szevasztotó, hogy vagy, Mizu? És közben Yuffie szintet lépett, ha jól láttam.
őrület komoly harcrendszere van ennek a játéknak, és tényleg minden csinyát, binyát el kell, hogy sajátítsd, hogyha értelmesen akarsz játszani vele. Ezek itt kicsit keményebb arcoknak tűnnek, Sotetsu. Nem tudom, hogy mennyire leszel képes erre. Azt mondja, staggerelni kell kétszer? És time limiten belül? Ez hülye. Felhő... poisonálva van jelenleg. Jó, nézzük meg, hogy mit tehetnék. Azt hiszem, hogy kell egy nagyobb healinget csinálni magunkra, még mielőtt... túl drága a nagy healing, nagy baj van. Válasszunk egy másik karakter? Hogyha Yuffie-nak a képességét használjuk, lehet, hogy jobb esélyeink vannak. Ebből nagy baj lesz még. Próbáljunk egy tüzet csinálni arra, amelyik ilyen... aha, erre. Szerintem ez jó lehet, nézzük. Az weakness, igen, de a weakness az nem jó. Mert a weakness az nem stagger. Stagger hiányában pedig csak a szar fogok következni. Várjál, most tekeri, megvan a stagger, egy. Eddig jó. Hát meg ne öljük. Megy a stagger, megy már. Megvan, hál' Istennek. Oké, készen állunk. Há, azt a mindenit. Hát ezt nem gondoltam volna. Yuffie nagyon tudta a stagger bart nyomni felfelé. Jól vagyok én is, köszönöm szépen kérdésed. Egy nagyszerű játékkal játszunk ma este is. Bár azért elég rendesen réteg játék, sokan nem igazán értik szerintem, hogy mik is, milyen tétek is forognak itt kockán. Hát meg ne tudjátok. Nem, csak arról van szó, hogy éppen nagyon keményen benne vagyunk egy mellékküldetésben, és úgy látom, hogy nem igazán van lehetőségem most feltöltődni. Talán, hogyha itemeket használgatnánk, van egy csomó tárgyunk az inventoriban, egy-kettő potit fel lehetne nyomni szerintem hőseinkre. Oda néz. Csak annyit hallok, hogy fiatal hölgy folyamatosan nyöszörög. Nagyon sok potit kellett beégetni erre most. Hát, figyelj. Általában nem szoktak panaszkodni, hogyha fiatal hölgyek nyöszörögnek, de megértem azt is, akinek nem tetszik. Cica, miért úszik itt mellettünk? Cica! Cica! Mehetünk már is. Attól tartok, hogy valami még nehezebb áll előttünk amúgy, hogyha már pontosan nehezettek a küldetések, akkor valami boss is lesz ennek a végén, itt Sotetsuval. Én egyébként erre nem alapoznám a harci stratégiámat, hogy itt kombatban hogyan megyünk vele, ugye, tehát hogy egyedül azért biztos teljesen más lenne. Ugye nem azt akarod mondani, hogy itt le lehet ülni, pihenni. Megcsináltuk, kérdezi. Remélem több is van benned, mert ez nem lesz elég. Na, gyorsan körbenézek, ti meg pihenjetek a következő kör előtt. Tényleg ennyi lett volna. Szerintem az állóképességedre kéne fókuszálnod, nem az erődre. Igen, Zack is ezt mondta nekem. Itt edzett mindig is. Titkos edzőteremnek nevezte. Királynak hangzott, de azért mindenki tudott róla. Egy ilyen csávóhoz nehéz felnőni. És csak, ez volt a kedvenc gyakorlata. Felhő ezt szokta csinálni. Láttuk már felhőt, hogy így Google meg így feláll. Sok közös lehet Zekkel bennük. Zek volt akkor? Én nem játszottam a DLC-t. Mint ha mondtátok volna, hogy ő volt az edzője, nem? A mestere. Jobban le kell Googolni. Úgy. Tök jó, hogy erre is így fény derült, hogy miért csinálja ezt. Akárhol is legyen, remélem, hogy jól van. Görcsölsz már, erre gondol a Krampin' Up? Ó, Yuffie talált új haverokat, úgy látom. Mi a fene? Maradj hátul. Ebből mi lesz?
basszom, hogy nyomja neki felhő amúgy? Nézzük meg, hogy ezek mit bírnak, meg mit nem. Mastodonokkal harcolunk, azt mondja, hogy az elemental weakness. Aha, igen. Utána elkezdenek pihenni, és hogyha elég damagét viszel be a pihenő állapotában, az lesz majd a pressure. Jó, tüzet kell csinálnunk. Kellett escape. Nem is akarok escape-elni. Menjünk át, Yushira? Az keményen bevág, oké. Okay. Használjunk egy tüzet, egy firát oda. Jó. Össze-vissza charge-on amúgy folyamat. Azt várjuk, várjál csak, ott van egy tűzósan. Aha, ott kifáradt, jól látom. Vagy engem akar éppen kifárasztani, jó kérdés. Egy tüzes ninja itt fogunk oda kidobni mindjárt. Yuffie most egy kicsit magánkívüli állapotban van, ha jól látom. Csináljunk ide egy Let's Ride-ot, és verjük meg nagyon. Nem jó, mert lejöttünk róla, várjál. A macskának a harci képességei teljesen mások, mint az eddig ismertek a játékban. És akkor emiatt most nem is tudunk aktívkodni. Na jó, mindegy. Ő is ki van fáradó, úgy látom. Fortune tellinget nyomunk oda bele. Ott a pressure, megérkezik. Jézusom, mekkorát vagyok a macska. Azt a minden... Na jó, nagy szarban vagyunk, ez most fájdalmas. Most mindenki nagyot kapott. A macskára tegyünk egy healinget először. Ezt most felhőt csinálja. A macska használni egy megapotit, szerintem... Yuffie-ra. De várjál, most akkor felhőnek nem ment ki a képessége? Őrület jazz szólamok hallatszódnak a háttérben. És meghalt. Meghalt! A macskánk elhasalt. Anélkül kiment volna a spell, ugye? Vannak gondok. Hát kinyomta a spell, de nem érkezett meg. Ehhez valahogy össze kell, hogy szedd magad, ez nagyon szar. Megy egy nagyobb healing. Most kellene csinálnunk egy fókuszált nyomulást a másikba. Pressurizálva legyen, de nem lesz. Tripla vágás ide. Ott a pressure. Szét fog szedni amúgy. Tankon szét fog szedni. Távolról próbáljuk meg éppen dobálni őket, de nem látszik nagyon, hogy haszna volna ennek. Jézusom. Yuffie is ki van teljesen az élettől, úgy látom akkor. Mi ez a brumi forma? Talán sikerült kitérni egy támadás elől. Ó, csinálunk egy kamu klónt magunkból. Na jó, de hát ezek átmasíroznak rajtam. Hát nekem itt végem van, barátom. Utána mér és meggyaláz. El is esett. 66 HP-n van. 66 HP, pörtelem. Na jó, szedjük össze magunkat. Hát, ha még egy kurával rendbe hozhatjuk esetleg felhőt és... Az jó immun volt. Legalább egy Limit Breaker-re képes, meg kellene lennem. Szóval Tetsu elesett? Igaz, hogy szólsz, igazad van. Akkor ezt a fightot lehetne retry. Aha, még egyszer. Hát, hogyha elesik, az nem túl jó. Na, még egyszer. Látszódott, hogy nagyon a rosszabbik végén voltunk, ezek erős lények. Pedig amúgy kihúztuk a képességeinket, meg megcsináltunk eddig mindent a játékban, de dinamikus nehézségen vagyunk, ami azt jelenti, hogy azért bele lehet nézni a nehezebb fightokban.
頼んだぞ。仕方ないな。De van szint, hogy melyik képesség lenne jobb, de hogyha ekkorákat vernek oda... Fire! Próbáljunk tűzzel nyomulni. De az a weakness, ugye? Charge-ol, esélyed nincs. Igen, vastag bőrűek, ezért kell őket égetni. Menjen még egy nagyobb tűz erre. Legalább egyet öljünk meg. Brutális. Azt hiszem, hogy megint kaptam egy nagy pofont. Na várjál, mert álljunk át Faceless-re. Váltsunk át a brutális, nem tudom milyen vadállatomra, amit még mindig nem értek, hogy mit csinál egészen pontosan. Milyen spellek vannak nála? Ő tud gyógyítani? Tudám, akkor hadd szóljon. Ufit felgyógyítja. Én ezt nem is tudtam, hogy ő tud ilyet. Persze, hogy kell akkor. Ez még csak a negyedik, ja, még lehet, hogy lesz valami rosszabb is. Ott a pressure. Csináljunk egy... Roll of the dice, hátha. Faceless nagyon szarul van. Fel kell, hogy gyógyítsa magát. A többiek is fosul vannak egyébként. Felhőnek is kell egy nagyobb healing képességet kitolni. És szerintem saját magára. Már az egyikkel majdnem megvagyunk. Jobb lesz, hogyha az egyikre fókuszálunk, míg a többivel végzünk. Várjál, fókuszált előre nyomulás. Ott van a stagger vége. Ez azért jó, mert akkor tudok summonálni is hamarosan. És jobb esélyek fognak ezáltal majd jönni. Jufi, jó lesz, hogyha egy kis tüzet belenyom szabba, amelyik éppen fekszik. 1600-at tett oda, az nagyon király. Csináljunk egy ilyen Firebolt Blade-et erre. Ebből baj lesz. Még jó, hogy leblokkoltam, de még így is nagyot mentek. Kétszer fordulnak ilyenkor? Várja, másikkal kell megköszönjenek. Mindjárt meg lesz. Megvan a limit, azt mondja, ezt kellene elnyomni a cross slash-t erre a másodlagos lépésre. Ezért kellett a staggert nyomni. Istenem. A másik az már meghalt. Most állítjuk vissza felhőnek a HP-ját, közben Yuffie próbálkozik. Azt hiszem, hogy most kell megtolnunk. Summon? De most a macskának milyen van? Soldier, World Class, ez micsoda? Ez mi lesz vajon? Most csináljuk meg! Ez egészen király kis képesség volt, ez nagyon tetszett. De azt akartam volna megnézni amúgy, hogy a macska tud-e summonolni, de nem. Yuffie tudna. Yuffie viszont tudna még tüzet is csiholni magából. Próbáljuk ki. Közben átváltunk a cicára is. Sotetsu még életben van, addig még minden rendben. Csináljunk egy-kettő dobást ide. Weapon Ability Mastered. Na, az jó király cucc, mert arra amúgy is hajtottunk. Menjen még egy ebből. 500-at sebzett oda. Hamarosan végzünk vele. Nem is kell lesz summon ide, oda néz. Ott van a... végre. Na, azt hiszem, hogy megvagyunk akkor. Hál' Istennek, critical damage. Ez kemény volt. Győztünk! Nézd ki, hogy megkállálta magát ez a sok-sok edzés. Bár csak, van egy ötletem. Találkozunk a faluban. Szerintem kakálnia kell. Etnis, nagyon köszönöm neked a 32. havi feliratkozást. Hogy vagy, mi a helyzet? Küldöm az összes macskámat. Meg ezt is, a kedvencemet is. 32 hónap, nagyon szépen köszönöm. Köszi, köszi. Hogy vagy? Mi a helyzet mostanság nálad?
Ezek szerint megvagyunk akkor azzal, ami miatt idejöttünk, de itt a környéken volna még mit felfedezni. Leginkább egy pont kellene, ahol lenyugodhat kicsit csapatunk, hogy összeszedje magát, és... Nézd csak, ott lehet csokobóval ugratni egy nagyot. Nem látunk még ilyen helyet, ami ennyire labirintusos lett volna, ennyire nagy szintkülönbségek, sok layer van egymáson. Brutál. De szerettem volna ugrani, hogy rá kellett jönnöm, hogy nem is tudok ugrani. És itt kilakik lent. Ott van egy torony, oda el kell valahogy jussak. Nem hiszem, hogy el fogok tudni innen, nem? Lehet, hogy egy csokobóval leugorhatok? Mindjárt kipróbáljuk. Holnap gyökérkezelés? Jó is... Félsz tőle? Vagy te bírod az ilyesmit? Vannak, akik bírják a gyökérkezelést. Van, aki csak azért jelentkezik, mert nincs jobb dolga, érted? És akkor megy, azt csináltatja. Fallout vadokat nézed? Na, melyiket? Éppen. Látom, hogyha nem tudunk leülni sehol, akkor nagy szarban leszünk, szóval először mindenféleképpen oda kell visszamennünk, ahol van egy kis nyugi. Egy szuri és nem is érzek sem, én is mindig így vagyok vele, de valaki jobban be van ettől teljesen. Híleljük fel magunkat potiból? Te potiból híleled fel magad és megpróbálsz esetleg. Hát de itt sem mászhatok fel, nem jó. Ja, az lesz szerintem. Megnézzük a Transmutation-t, csinálunk néhány darab új tárgyat. Van egy csomóra lehetőség, amúgy is, mert tele vagyunk mindennel. A Quantity-t fogjuk itt feljebb tápolni. Csinálunk belőle vagy 10, nem tudom, 20-at? Várjál, még egyszer, 19-et tudok csinálni? Az nagyon drága, 10-et csinálok akkor a potiból. High Potion-ből is lehetne egy csomót készíteni. Hogy érti, hogy csak 4-et? Ja, mert hogy nincs elég Sage nálam, ugye? És minden, hogyha nem is gyártanék akkor ezekből, hanem csak elkezdenék használni dolgokat. Úgy látom, hogy adrenalin most elérhető. De kell hozzá a bolygónak a Mercy-e, Planet's Favor. Abból megvan a limitünk. Meg kell csinálni ezt a Craftsmanship 12-es szintet. Itt van már a Zumbandernek a brácsája. Az nem lesz egyébként rossz. Witch Armlet. Hogyha kettőt tudnék, és tudok is, nézzük. Aha, hogyha mind a kettőt megcsinálod, eléred a 12-es craftsmanshipet, ott is van már a 12-es level, és 13-as szinten meg még durvább tárgyakat lehet majd craftingolni. Ez az Yggdrasil armlet. Ehhez még azt sem tudjuk, hogy mi kell, meg ez a Resplendent. Ezek mind nagyon királyok, ebbe 6 darab matéria belefér, és 3 kapcsolva van a 6 közül. Ez brutál jó. Olyan úgy néz ki, mintha valami endgame dolog lenne. Jó, örülök neki, hogy ezt is sikerült most fentebb tápolnunk. Nézzük már is. Meg abúgy csapatot kellene váltani, mert Yuffie-val nem vagyunk annyira effektívek, mint szeretném, hogy legyünk, ugye? Mondjuk, hogyha most váltod át a csapattársat, akkor lehet, hogy... Álljunk csak meg. Persze. Ahhoz csak annyit kell csinálnom, hogy combat settings, ugye? És edit party. Change party. Ja, várj, itt vannak ilyen setupok, amiket elmentettünk, hogy Eris és Tifa legyen velünk, esetleg Barret meg Red. Megy már. Ja, menjünk így ezzel a csapattal. És vannak ilyen shortcutok? Jézusom, mennyi kombó. Levegőben, a földön, szinergia skillek. Különböző gombok mellett, tehát ez brutál. Ja, nem kell mindig kijelölnöd, hogy mivel akarsz nyomulni, meg tudod nyomni őket gyorsan is, de hát ahhoz már olyan szinteken kell ismerni a játékot, meg annyit kell vele játszani egy húzamban. Szerintem azt én most nem tudom nektek prezentálni, de attól függetlenül megyünk előre. Mondjad már, hogy mit akartam csinálni. Átváltottuk a csapatot, őnekik most a HP-juk teljesen rendben van, felhőnek nincsen. Aha, felhőnek kellene egy kis matéria item, várjál. Inventory, azaz. Neki kell visszaállítani a dolgait. Azért ezekre is rányomok, nem tudom, hogy mennyit számít. Így. Jó, szerintem megvagyunk. És akkor így nem is kell elhagynunk ezt a helyet, hanem remélhetőleg mehetünk itt tovább. Mert most a kutya meg Barretto állt be a macska meg Yuffie helyére. És hogyha így mész előre, és valahol megtaláljuk a módját annak, hogy hogyan ugorjunk le innen, akkor egyből lesz egy torony a környéken, és az viszont fel fog fedni egy csomó mindent, ami itt látható. Meg nem látható. Leugorhatnék itt?
Ja, hogy ez a terasz azért van ide téve, hogy leugorhass-e. Ó, erre igen. Aha, és itt meg már nem tud lemenni. Az gyönyörű. Viszont erre mehetsz. Jó, az király. Itt van a Fungi Forest Tower. És a terület maxolásához nyilván szükség van erre. Kíváncsi vagyok, hogy az előző területen a... Figyeljátok, ott vannak ilyen próbák minden karakternek külön, hogy ott majd hogyan lehet nyomulni? Tehát, hogy mikor fog ez folytatódni? Azt mondta az a furcsa kis goblin lény, hogy majd hív minket, hogyha ott nyomulhatunk vele. És ehhez meg nem tudok felmenni. Mi lehet a gond? Lehet, hogy csak egy adott helyről enged felmenni, és... Lehet, hogy egy csokobóval kell felugranom, máskülönben nem fog felengedni oda? Micsoda szívás ez a térkép. Támomban nem gondoltam volna, hogy ez ennyire meredek lesz. Még az első térkép az istenes volt, mert ott körbeszaladtál, megcsináltál mindent. Arra még meg van egy bagoly. Azt mondja, hogy menjek fel oda, ugye? Szerintem ezt akarja, igen. Bár ott bent is valami világít zölden. Bulakat takarított military base, az volt egy párszor már. Ez visszatérő küldetés a játékban. Megtaláltuk a harmadik life springet, hát ezt... Ugye, hogyha nem jött volna a bagoly, hogy bevezessen a hukogány, akkor soha nem jutottam volna el ide. Az biztos lesz benne, hogy fogalmam nem lett volna, hogy mit kell keresnem. De meggajdult, nézd meg, körbe-körbe száll. Az ilyet általában már el szokták tenni láb alól, mert látszik, hogy megőrült. Nem akarják, hogy szenvedjen. Ott is van. Ú, még mennyi minden van ezen a területen. Jéj. Új régiós Intel elérhető. De ez miért? Ugye nem akar hívni minket most a izé kisrác. Chadley. Hál' Istennek nem telefonál, jó? Akkor nyomhatjuk. Felhő összeokádja magát mindjárt. Meglátta azt a kis... Hát nem tudom, minek nevezzem ezt. Lépcsőt. Rosszul lett azonnal. Hogyha innen ugranék fel, akkor csokobó hátról itt át tudok menni vajon gombával? És csak, igen. Ez lesz az. Aha. És mielőtt ezt megtenném... Van még lehetősége itt bármi másnak a felfedezésére? A csokobók ki tudnak szagolni különböző kincseket különböző helyeken, ugye? Ezt már a kedves vodnézők és itt lévők, akik követték figyelemmel ezt a végigjátszást, azt tudják, hogy azért nem árt néha rajtuk ülni. Mondd, hogy felugrasz. Hallod, nem ugrott fel oda. Oké, próbáljuk megőrizni a hidegvérünket, de szép zöld csirke. Itt már egyébként többen kivannak miatta, hogy merészelték a csirkéket belerakni. Ezek szerinteket tetszik? Nekem semmi bajom nincs vele, szerintem tök királyok, mert mindegyiknek van valami egyedi képessége. Általában sárgák szoktak lenni, de ebben a részben itt mindenféle színben is pompáznak. Hogy mehetünk fel oda? Tehát itt vagyunk a gongagában, ugye? És hogyha megnézném, itt vagyunk, így lehet zoomolni, és oda hogyan mész? Lehet, hogy innen felülről kell odáig eljutni, és hogyha most így előrefele mennék, akkor ott lenne egy másik torony. Jó, akkor tudod mit, le van szarom, megyünk előre, errefelé, így jó lesz. Nem lehet csiklani? Nem tudsz vele ugrani, úgy képzeld el, nincs ugrás. Egy másik típusú csokobó képes az ugrásra, tudtommal. Minden régiónak másféle csokobója van, más képességekkel rendelkeznek. Az előző... Ujjajajajajaj, várjál, itt valamit keresnem kellene. Balra érez valamit. Jobbra érez valamit. Itt, ahol a nyuszik vannak, mindig kincs van eldugva. És nem mondod. És itt is van, pont előttünk kb. Szerencsés. 5 darab Moogly medál. Az mondjuk jól jöhet majd még, hogyha megtaláljuk a területnek a Moogly. Jaj, várj, itt van a kis izé, a kis csokobó, láttátok? Hova lett? Ott van.
és nézd, itt van egy Divine Intel, azt a mindenét. Hát lépten nyomom valamibe belebotnom, esküszöm. Nyomod kis sávú, ott megy elől. Elmegy a kis busz megállójához, megkér minket, hogy állítsuk már helyre. Valakik összegrafitizték, meg ledöntötték a táblát, na nyomjuk akkor. Szegény. Innentől kezdve ide mindig lehet fast travelozni. Lehet, hogy megérni amúgy egy párnát elhasználnunk és letenni a seggünket. Tudod, mit inkább meg is teszem. Kár, hogy ez nem egy olyan hely, ahol bármikor leülhetsz. Van még 7 kis párnánk. Ja, nem mindenki szereti ezt a mechanikát a játékban, hogy a transport az ezeken keresztül működik. Az előző területen volt a buggy, ugye? Tehát volt egy autónk, és azon kívül voltak csokobók is. Tehát mit csináltak a csokobók? Volt, amelyik a falon mászott. Volt, amelyik úszni tudott úgy, hogy át tudott vinni bennünket az elején a mocsáron. Én nem tudom. Ez hová visz? Ismeretlen területekre. De szerintem még itt... a francban megint elnyomtam. Át kéne programozzon valahogy a kontrollert, hogy a térképen az R2 az bezumolás legyen, mint a legtöbb játéknál. Ha ide jössz, akkor... Azt hittem, hogy felugrat oda. Jó felé jöttem. Oké, nem támadtak meg. Azt hittem, hogy rám fognak nyomni valamit, de nem. Jó felé jöttünk, mert itt ez a hely, ez... Divine Intel lokáció, és ezt mindenképpen fel kéne vennünk. Innen jön az új summoning matéria. Ujjata Beta Sanctuary-ében vagyunk. Most kell akkor legyengítenünk őt, hogy legyőzve majd egy szimuláció keretein belül megkapjuk a summoning matériát, és onnantól kezdve használhassuk ezt a Ujjata nevű lényt. Nem tudom, mi lesz ez. Harcok közben. Amúgy iszonyatosan látványos ez a játék, és én sem értem, amit ti is mondtatok, hogy kör-kör, négyzet-négyzet, XX. Jó, ez mehet. Mindjárt mondom. Jaj, ne! Jaj, ne! Szerintem ott négyzetet kellett volna nyomni, és nem, én X-et nyomtam, oké. Újra. Mehet. Most így jó lett, oké. Milyen állat ez? Jé, menj már, ilyen torony feje van, és a szemek is egymás fölött vannak. Ez volt a Ujjata Beta. Aha, és akkor még egy van ilyenből. Utána már le tudjuk őt győzni. Elképesztő szinkronizáció. Remélhetőleg a nyomozásunk is ilyen szépen fog majd a szentélyek irányában menni tovább, oké. Chadli, hogyha egyszer visszamegyek, bekenem az arcot pipamocsokkal. Szedek neked farkasalmát. Ez olyan, mintha valami értékes láda lenne, de egyébként nem, mert ez csak ilyen világító Divine Intel szentély jelző bigyulák. Hogyha erre mennénk, lehet, hogy körbe lehet menni. Próbáljuk ezt ki? Csokobunk itt van, hogy elvigyen minket ezzel gyorsabb valamivel. Itt kezdtem elmondani, hogy ja, igen, hogyha valakinek ezek a játékok nem jönnek úgy be, vagy azt mondom, hogyha nem hoz elég nagy bevételt a Final Fantasy VII, akkor valami tényleg nagy gáz van, mert iszonyatosan jó sztori, elképesztő játékmenet, nagyon jó grafika, hihetetlen soundtrack, nagyon jó karakterek, karaktereknek ahogy fejlődnek, tudod, ahogy megy előre a sztori, és megváltoznak ők is, meg kiderül egy csomó minden a múltjukkal kapcsolatban, annyira jól van adagolva. Nem is kell feltétlenül csinálnod benne ezt a felfedezős részt, ezt csak én csinálom. Benke csak ezeket a részeket látja, hát mindig akkor néz ide, amikor éppen... Éppen megyek valamivel, vagy jönök valamivel. Felhő közben apró fát hasogat ebből az enemiből. Az a Meekness volt? Mi a fenét ütünk itt? Ez micsoda? Fried Flower!
Ez megmérgez. Ó, azt hiszem már értem, hogy mi a baj. Azt, hogy mérget pakolt belém. A Barretto le tudja lőni, az szerencsés, hogy ő is velünk volt. Mindent felvettem. Igen, sok a felfedezés ebben a játékban, de abszolút opcionálisra csinálták meg. Hogyha akarod, akkor mehetsz nyugodtan story módban előre, meg normál módban is. Ez most a nehéz mód, és hogy a nehéz módnak a harcait tudjuk teljesíteni, ahhoz kell szerintem ez a nagy felfedezés, hogy legyen elég erőnk arra, hogy mindent le tudjunk itt verni a játékban. És megint eltévedtem, mert ennyi eszem van. Fel tudok odaugrani? Tényleg gyönyörű ez az egész hely. Cash lokáció? Itt van kettő kincs eldugva. Egyet már is látok. Egy remedy és néhány Moogle kristál volt benne. Vagy Moogle medál? Medálnak kellene lenni annak a kristálnak. Szóljátok, hogyha ti látjátok az utolsó ládát, mert még egy van itt valahol. Nem, várjál, elhagytuk a helyet. Ajjajajajajaj, összeakadt a kamera ott valami fával. Állítólag itt kell, hogy legyen. Nem olyan sikeres, mint a remék? Hogy miért nem olyan sikeres, mint a remék? Azt nem tudom. Itt van a következő ládánk. Viszont annak a történetét viszi előre. Mondjuk, tudod, hogy mit tudok elképzelni? Nem tudom, hogy ezt hogyan számolják, hogy benne van-e a... Itt van a főküldi közben, itt meg még lesz egy mellékküldi. Bocsánat, közben össze-vissza cikáznak a gondolataim, szóval... Hogy beleszámolták-e azt, hogy időközben ugye megjelent a reméknek a PC-s verziója. És PC-re biztos, hogy rengetegen vásárolták meg. Ez pedig nem régen jelent meg PS5-re, és még nincs ott a PC-n, szóval így érthető, hogy kevesebb PlayStation-os van, mint összevont PSS és PC-s. Lefele kellene mennünk itt, szerintem már más nem fogok találni. Lehet, hogy úgy kellene csinálnom, hogy megjelölöm ezt a lokációt így, és akkor a pint kellene követni, aha. Szevasz, Dániel Horvát 92-es. Üdv itt nálunk, mi a helyzet, hogy vagy? Amikor készült a remék, sokan azt hitték, hogy teljes történetet újra csinálják. Hát, én nem tudom. Én egyáltalán nem bánom, hogy azt az eleve hosszú játékot nem egyben adták ki, hanem három részre bontják. Lehet, hogy ez egy kicsit lehúzásnak tűnik, de elnézve, hogy hány órát bele lehet ölni ebbe a játékba, és hogy mennyi felfedezni való van benne, meg tényleg totál össze-vissza tudod csavarni a harci képességeket is. Össze-vissza lehet nyomni benne minden. Én nem tudom. Várjál, oda fel kellett volna menni. Úristenem. És hogy megyek oda? Arról a fáról kell átmenni? Lehet, hogy erről a fáról felmászhatnék? Valódi hardcore FF7 fanoknak nem jött be. Ja, értem, aha. Én nem tudom. És akkor aki meg ezt szereti és ennek fanja, az nem tekinthető FF7 fannak. Mi számít fannak egyébként is? Mikor jön el az életedben az a pont, amikor kijelented, hogy te most egy játék fanatikusa vagy? Sokan turn-based régi... Ja, hogy a régi körökre osztott harcrendszerre gondoltak? Az lehet. Egyébként... Nem tudom, szerintem ez a dinamikus harcrendszer egyébként eléggé királyban lett kivitelezve. Nem akarunk visszamenni. 90 méterre vagyunk a célunktól, és megint nem tudunk feljutni oda. Innen indultunk el, és akkor nyomtunk egy ilyen ugrást talán, ugye? Oda fel kéne valahogy jutni. De nem fognak ide valami kapaszkodót adni nekünk, vagy... Kötelet, ami lelóg talán. Nem, szart sem látok, nincs itt semmi. Innen biztos, hogy nem mehetsz fel, ugye? Nem hát. Szevassa, Tucsi asszony, jó estét kívánok, hogy vagy mi a helyzet? Tuti, hogy bele kellett számítani a PC-s megjelenésnek, persze, hogy az még itt ez nem jelent meg. Szerintem nagyon sokan vannak, akik tökre várják.
Csokobód érez valamit, azonnal rátapintott a lényegre. Nézzük, hogy mit ásunk innen. Nagy boldog. Egy emeraldot, az majd valami fejlesztéshez lesz jó. És akkor frankon kell lenni egy... Lehet látni a gombákat, látod, hogy itt is van egy, itt ez szerintem innen visz tovább, de ez hova ugrik, ide lejön? Hogyha itt fent lennék, itt nézd csak, egy nagy fa indul innen, de ide hogy jössz fel? Próbáljuk meg innen. Elmegyünk a Verdant víztához és megpróbálkozunk onnan rákanyarodni valahogy erre a fára, én még nem tudom, de... Valahol elméletileg itt kellene ráfordulni az ágaira. Mondta, hogy jó fele vagyunk. Szerintem igen, ez... Jobb kéz felé, itt indul el, és úgy jön át. Ettől bonyolultabbra nem lehetett volna térképet csinálni, ilyet ritkán lát az ember játékban. Néha már... az élvezet róvására megy, hogy éppen azt nézed, hogy már térképen nézed, már mindenhol nézed, hogy hol mehetnél tovább. Közben a gyerekek megőrülnek. Már megint elnyomtam a térképet, várja. Ha visszább mennék egy picit, akkor ott a másik oldalon... Várjál. Lehet, hogy ott van, ott van. Ó, azt hiszem most megláttam. Na most megláttam, amit eddig kerestünk. Nem tudsz mindenhonnan leugrani sem. Ez lesz az. Na, ez kell nekem. Szevasz, Dark Demon, hogy vagy, mi a helyzet? Te is szoktál csirkeháton lovagolni? Nem? Miért nem? Ott megy alul egy fa, és hogyha most erre rányomulsz, akkor ezt hova fog átvinni? Nem merem kipróbálni, mert akkor megint azzal fogunk szenvedni, hogy hogy jövünk ide-vissza. Én inkább rámászom erre, innen. Nehogy azt mondd, hogy nem tud végigmenni. Nehogy azt mondd, hogy... Lehet, hogy csokobó? Ó, igen, igen, mutatja, hogy csokobóval kell menni rajta. Ott van a csok... Ja, itt áll mellettem. És ez most így végig... Beszarsz! Mit nyomott, láttad? Le ne esk, mert meghűlök. Többiek elénk álltak. Megérkeztünk a következő toronyhoz. Azért ez igencsak rendben volt. Na várjunk, várjunk, várjunk. Fel fogok itt szaladni és reménykedem nagyokat. Hál' Istennek megvagyunk. Oké, okay, készen állok. Azok kicsodák. Mi ez a kumpli? De betonból van, vagy kőből, vagy nem tudom milyen. Grangalan az ő neve. Nézzük meg, hogy mit tud csinálni. Azt mondja, hogyha elég damagét viszel be, attól egy Grangalan Juniort fog produkálni. Hát, szül egyet? Vagy ez egy ilyen matrioska baba? Szerintem ez valami ruszki találmány rohadt, aki? Felnőtt őrület módon nyomja a támadást, de olyat kap a pofájába cserébe, hogy annak... attól koldul. Várjál csak, nem a bravery kellene, hanem a fire menjen abba a Grand Hornba. Szabaduljunk meg attól. Az akkorát kapott, hogy rossz lett. Kifeküdt azonnal. Menjünk át Punisher módba. Nem értem, mi történik, de nagyon nyomom. Nem tudom, mi van itt. Triple slash következik. Menjen még, menjen az a triple slash. Az eddig jól... Ez az. Meg vagyunk, győztünk. Nem értettem, hogy mi van, de nagyon jól működött a triple slash. Összekövetést Dániel Horváth 92-nek. Nehéz időszak, romokban senki nem megvigasztani. Akartam könyvet rendelni, havi keretben nem fér bele, nehéz, nem fejtem ki jobban, ha nem haragszok. Nem, nagyon örülök is neki, hogy nem fejtett ki jobban. Nem kell persze mindenkinek mindenről tudnia, ami ilyen privát dolog, de azt remélem, hogy hamarosan jobban leszel, és hogy minden királyra fog fordulni majd nálatok. Aztán figyelj, könyvet lehet szerintem beszerezni máshonnan is. Szevasz Katusznonok, összerédet közben Nevron 04-esnek, szevasztok, jó estét, mit csináltatok a Twitch-en, meséltek, hogy vagytok. Szóval, hogy könyvet lehet olcsóbb forrásból is beszerezni, nem feltétlen, csak a könyves boltokból. Én a teljedbe körbenéznék, antikváriumokban, marketplace-en, a Mojon. Vadásztatok? Kemény Hunt Showdown? Remélem, hogy Hunt Showdown az egyetlen normális vadászjáték a világon, csak az lehet, semmi más. Hunt Showdown, nagyon helyes, jól van. Ez nagyon derék.
Közben megtaláltuk ennek a toronynak is a környezetében lévő semmit. De van egy harcunk innen nem messze, jó? Kutya, hogy mászik kötelet, láttad? Szevasz, Kristóf! Köszönöm szépen a követést, üdvít nálunk, meséljetek, hogy mi van veletek. Hogy ment a hántolás? Hát nálunk nem mondhatnám, hogy ma annyira szépen működött, de legalább én jól éreztem magam. Mert tudtam volna jobbat is alkotni, az bizonyos, mert nem mondhatnám, hogy nagyon jól ment nekem ma. Ha hátunk mögött volna egy harci jelenet, előttünk oda hogyan lehetne átmenni? Lehet, hogy azt akarja mondani... Most nem tudom, hogyha erre most rányomok egyet, akkor mi fog történni? Megérkezünk ide. Aika 999-es, kösz szépen neked is a követést. Itt olyan, mintha végig lehetne csúszni egy fán. Ezen végig tudsz csúszni, de hát ez egy teljesen új zónába viszel. Készüljetek fel, mindenki kapaszkodik, mint egy állat. Szokásos hunt, hát általában így szokott lenni, igen, hogy jó meccsek felváltva rossz meccsekkel. Nézd ki, hogy megérkeztünk egy fogalmam sincs régióban. Azokat a ládákat nem kellene ott vagy inten. Próbáljunk feljebb menni. Tarzan játékban volt ilyen csúszkálás a fákon. Amúgy tényleg most, hogy mondod, volt az a Tarzan játék. A Disney Tarzanja alapján készült videójáték. Azt én amúgy tök imádtam. Hallod? Hát azt végig kellene játszani, az... Hát bocsánat, de én ezt most meg is nézem. Létezik még az a játék bárhol? Tarzan Video Game. 99-es? De annak még a grafikáját is tök szerettem. Az egy platformer játék volt, ugye? My Abandon Verem fent van. Ne. Mit csinálsz? Letölthető 46 megabájt. 46 megabájt. Szülye, de hát ez egy nagyon jó játék volt. És itt van a My Abandon Verem. Hogyha szeretnétek játszani ezzel a játékkal, tessék, letölthető ingyenesen. Ez volt? De szerintem ez volt. Én legalábbis ilyesmire emlékszem. Volt ennek egy másik verziója is? N64 originál. Tök jó volt a zenéje is, meg minden. Nem, ez lesz az. Én frankon ezt végigjátszanám valamikor. Lehet, hogy egy ilyen egy délutános platformer játéknak beveszik a csatornára. Tök szerettem. Nem tudom, hogy hányan emlékeztek mondjuk rá. Megérkeztünk ide az Observation Towerhöz, ami szerintem inkább egy olyan pont lesz itt a játékban, ahonnan nem biztos, hogy megfigyelni tudunk dolgokat, bár szép messzire lehet látni, nem arról van szó, hanem inkább szerintem itt ez valami kincs lokáció lehet, vagy ilyesmi. Nézzünk ide be. Szerintem ez quest. Ide biztos, hogy egy küldetés fog majd elküldeni esetleg. Köszönöm szépen. Szia Nevron, jó pihenést. Megtudom, hogy kell legyőzni a bosszt a végén. Én szerintem végigjátszottam azt annól. Majdnem olyan nehéz volt, mint az oroszlán király. Nem, annyira nem volt. Én ebben tudtam haladni, az oroszlán király az, hát ezzel nem büszkélkedhet, azt hiszem. Vagy én nem büszkélkedhetem azzal. Most a fungi torony az meglep közben, ugye? Igen, és akkor ez a torony, ami viszont itt jobbra van, ez elérhető volna innen egy-két ugrással? Legyen már itt egy gomba, miért szivatnak? Ne, hát az oroszlán király ez persze, hogy nehéz volt, mert azt szerintem még úgy lett megírva, hogy ilyen arcade gépeken is lehetett futtatni, ugye? És akkor meg a pénzt azt nyilván nyelnie kellett. Szerintem átmegyünk ide a másik oldalra. Nézzük hát, hogyha innen lehet tovább menni. Szerintem nagyjából rajta vagyok azon az ösvényen, ami
Úgy nem azt akarod mondani, hogy ott másztam fel. Bocsánat, rossz irányba jöttem. Húzat van, nálatok is húzat van? Nem jó felé megyek, ez most teljesen másik irány. És akkor ezt nem tudtuk megtalálni, ez viszont itt van előttünk. Lehet, hogyha elmennék ide, akkor visszakanyarodna valahol a dzsungelős fénye. De ez egy olyan terület, hogy egyszer megcsinálod, de vissza nem nézel, az fix, mert ez túlságosan durva. Túlságosan sok időt felemészt, hogy megfigyeld az ösvényeket benne. És kitapasztalt, hogyha itt most ugrasz egyet, akkor azt hová viszel. Itt van egy kis csokomó. Aha, el is vezetett minket a kis izéhez, megállójához, úgyhogy rögtön hozzuk ezt helyre. Nézd, lehet ilyet csinálni, hogy csokomó háton. De jó, ezt nem is tudtam, hogy van erre animáció, hogy rálép, és akkor így felállítja a lábával. Hát mondjuk ez egészen más kontextusban is érdekes lenne, főleg, hogy egy ilyen csokobó. De amúgy tuti vagyok benne, hogy létezik olyan Final Fantasy csokobó és Rule 34. És beírod a Google-be, és onnantól kezdve kinyílik előtted az internet világa. Tehát amiről még nem is számítottál rá, hogy létezik, az ott fent van. És igen durva formájában annak. És mindenki beírja a Rule 34 csokobó? Kell, hogy legyen. Az emberek annyi mindenre kíváncsiak. De leugorhatnék? Ott lenne egy torony előttem, ez már az a torony, amit kinéztünk magunknak. De hogy írom be? Miért? Utána tök jó ajánlatokat fog majd feldobni a Google. Jól láttam, hogy ez egy live spring, hogy elszállt itt mellettünk egy bagoly? Egy húhogány. Nem mered beírni? Bevallom őszintén, én sem. De nagyon könnyen tudom más péniszével a csalánt verni. Úgyhogy ha esetleg valakinek lenne kedve és beírná, lenne olyan kedves. Persze nem akarok én senkit itt felbíztatni bármire is. Menjen közben a triple slash. Meg még egy. Ó, ez gyönyörűen végigverte az összeset. Oké, itt level up-olás történt felhőnél, level 36-on van. Miért van olyan érzésem, hogy ezek a mobok magasabb szintűek, mint mi? Hát az előbb léptünk fel 35-ös szintre, és most meg már itt vagyunk a 36-oson, valami furcsa itt nekem. Szevasz Zsolov, hogy vagy, mi a helyzet? Még az albetűs masszást is hogy mondtad? Mit, a Jóni masszást? Én azt még mindig nem tudom, hogy milyen. Vagy nem Jóni volt az? Mondjad már, mi annak a neve. De most ez... Ennek nem most állítottam helyre a kis otthonát? Ez most egy másik ugyanabból? Ez egy másik. Nem mondom. De az ilyen ajurvédikus, nem? Úgy a fene, hogy mit jelentenek ezek. Ez gyerekbarát csatorna? Mióta? Ez 18-20-as volt mindig, megjelenése óta. Mióta a csatornánk megjelent a Twitch világában? Azóta barát család. Lingam! És ezt nem merted leírni? De miért téged rávernek a kezedre, hogyha ilyeneket írsz, mi történik? Nem semmi. Állítólag itt kell keresztül ugranom. Mert most a tornyot amúgy unlockoltam? Hú, de barom vagyok, hogy ott hagytam. Jó, mindegy. Menjünk, mert itt is haladnunk kell. Nem vállalok felelősséget azért, aki rákeres. Én nem tudom, mit kell ennyire parázni mindentől. A világ nagy, és az internet iszonyatosan sötét hely. Ott nagyon messze van ez a live spring. Menj már, ilyen messzire még bagyot nem kergettem. És hová visz? Ott van lent. De egy csúnyi elrendeződés ez. Hát itt nagyon-nagyon sok minden lesz ezen a területen, amit nem fogok tudni megtalálni. Ebben most biztos vagyok. Annak is még úszni is kell hozzá. Elképesztő. Azt vágjátok, hogy tekervényezünk már mióta? Tehát mennyire régóta csak kanyarunk jobbra-balra, és most egyszer csak itt vagyunk? Ezért mondom, hogy felfedezhetetlen ez a hely.
A lingam masszázs. Szevasz, Medi, neked már volt lingam masszázsod? Így-így. M. Hajnal szokott beszélni róla sokat amúgy. Csak most ő nincs itt szerintem. Completed Grotto Lifespring. Olyanod még nem. Én szerintem biztos érdemes lehet kipróbálni, én nem tudom. Jó hideg felhőcske. Megszereztem minden információt egy ritka szörnyetegről. Van az erdő mélyén egy szörnyeteg, akinek már az említése is tüsszentésre kész. Tehát mi van? Negatívan hat a környezetére. Aha. Sultan of Stench. És akkor ez itt van a környéken és meg kéne ölni? Hát ez egy kemény boss fightnak ígérkezik. Férfiak elő, nőknek nem lehet lingamot? Vagy nekik van a Jóni? Jóni az olyan szép nevű. Itt ebben a játékban is volt egy Jóni fiú. Az előző városban, ha emlékeztek rá esetleg. Meg kellett renoválni kicsit a hoteljét. Émelygés? Az is lehet, hogy émelygés, aha. De azt indukálja keményen. Nem láttam, hogy mit csinált, mondom, biztos tüsszentett, vagy ilyesmi. Emerald, Moss, Agatha, meg mindenféle Chunk of Iron Ore. Ez egy nagy terület ám. Megtaláltuk a következő... mi volt ennek a neve? Prime... Primogem? Nem tudom, mi volt ennek a neve. Vagy ez Genshin-es? Megyek rá, émeljétek mindenre, csak előbb meg kell találnom, hogy hogyan kell hozzájutni. Leugrunk ide, mert itt van a Phenomenon Intel 1-es Training Facility. V-kötőjel B. Na lássuk már is. Állítólag itt van egy ilyen protorelikvia volt a neve, emlékszem már. Á, bocs, hogy ilyen ritkán játszunk ezzel a játékkal, pedig megérdemelni, hogy az ember leüljön és akkor egy seggel végignyomja. Egy hét alatt vagy kettő alatt. Csak hát sajna így férünk bele a megjelenések miatt a játékidővel. De egyébként tényleg lehet, hogy azt kellene csinálni, hogy mindenki kap, tehát hogy mindenki, hogy mondjam, na, felzárkózzon a sztorikkal, tudod, hogyha valakit érdekel, mit csináltok? Srácok, mit csináltok az a hordóval? Tehát mindenki újra rá tudjon kapcsolni a sztorikra, lehet, hogy csak azt kellene, hogy mit tudom én, kijelölök egy hetet, hogy ezen a héten végig megyünk a Yakuzán, és akkor minden este belerakjuk a 6 órát. Egy 8-at, nem tudom. Ezen a héten végig megyünk a Final Fantasy-n, és akkor egyben azon a héten az történik. Csak hát nyilván 4 hét van egy hónapban, kb. Tehát 4 játékot tudnánk így befejezni. És őszintén megmondom, hogy nem tudom, melyik a jobb. Szevasz, kecske kezel. Ez bizony, hogy kemény csirkés játék, igen. Nagyon szép verdesések történnek. Felhőn nagyon megnyomta azt a staggert, ez gyönyörű volt. És még egy triple slash-vel. Egy. Gyönyörű. És még egy. De esküszöm, hogy jól működik a triple slash, nézd meg! Nagyon-nagyon metál volt ez a durvító mód, amit most oda tettünk. Ez trejó lokáció. Treasure-t lehet itt összeszedni. Protective Boots. Lett egy ilyen védelmező csizmánk. Ez arra jó, hogyha felhúzod a fejedre, akkor nagyon büdös. Nézzünk körül a környéken. Álltak, 3 ládát rejtettek el. Lehet, hogy fel is kell másznunk a magasba. Nem tudom. Itt van megint 2 ilyen Bramblebee. Na az mi a fene lett a Bramblebee? Én emlékszem annak, az volt valamiben. Volt olyan, hogy Bumblebee, azt gondolom, hogy a Transformers-ben van, és akkor a Bramble, az meg lehet, hogy mondjuk az is, én nem tudom. Az egyik az Dongo, a másik meg nem az. Csináljunk oda egy triple-t. Nem tudom, mennyire fog nekik tetszeni. Látszólag amúgy egészen jobban vannak vele. És ez fergeti, mint egy vadállat. Igen, csak keményen véd, az a baj. Itt
megérkezik a Stagger, nyomjunk egy fókuszált előre nyomulást. Nagyon szépen gyilkolta meg, gyönyörű. Ugye akkor nem nagyon tudjuk bántani, csináljunk egy nagyobb healinget magunkra. Felhő megküldi, barátom, mit csinál? Megérkezik a summon, csinálunk egy max fury-t oda. Gyönyörű, és most egy over chant-tal betesszük pressure-be, stagger-be, és ki is csináljuk. Ez kemény volt. Barrett és Eris is szintet lépett ezekből a bossokból. Hát némelyik úgy viselkedik, mint a boss lenne, ezekből a mobokból és monsterekből. Keressük közben már is az eldugott kincses ládák, hogy sárgán világítanak. Hogyha valaki lát sárgán világító ládát a fűben, kérem azonnal kezdjen el ordítozni, de ne nekem a csetre, magában. Nyomja nyugodtan, semmi baj. Szomszédok alszanak. Nem le van szarva 23-ra 21 perc. Nézd, itt van a láda. Megy már az ordítás? 3000 gilt kaptam. Azért nem minden nap kap az ember 3000 gilt. Én tök szívesen terrorizálnám a szomszédaimat. Mondjuk a bal szomszédot nem, mert őket nagyon kedvelem. A jobb oldalival sincsen bajom, hát szerencsétlenek kitolt egészen az élet, szegény csávó. Csávó, hát gyerekkorom óta ismerem. És nagyon rajta vagyok a keresésbe, várj, mert elhagytam azt a helyet, mindjárt visszamenjünk oda. Hogy miért? Ja, amúgy semmi, hát semmi. Néha kicsit kellemetlen, hogy hajnalban ordítozik ilyen hajnali 4 órakor az udvaron, mert éppen részeg. Sajnos nagyon ráment neki az alkohol az életére, nekik ez egy ilyen családi vonás. Aztán mindenféle nőket idehozott. Most azt hiszem, hogy valami nagyon idős nővel van együtt, nagyon furcsa. Lehet, hogy a zsetonyára pályázik. Persze ki tudja, mert lehet, hogy létezik szerelem mondjuk ilyen 40 év távlatában is, nem? Tehát hogy úgy, hogy 40 év van mondjuk az A és a B között. Vagy várjál, body type A és B között. Hogy Lifinek a kedvére tegyünk ezzel. Van még itt egy ilyen, de tényleg lehet, hogy mondjuk ilyen vagyoni ügyek. Ott van az a láda, a francban. Tudom én, hogy itt van valahol. Ti belemennétek kapcsolatba pusztán azért mondjuk ilyen idősebb nőkkel, férfiakkal, hogy esetleg öröklődés útján akkor rátegyétek a mancsatokat valami értékre, ingóságra, ingatlanra, vagy ilyesmire? Én bevallom, sokat gondolkodtam. Hát érted, úgy sincs senkim, hát nem mindegy. Egy 70 éves öreg mamával összeállni... Nem? Katusz azt mondja, hogy ő nem. De jó, de Katusz, neked párod van, tehát innentől kezdve te kiesel a kérdésből. Vagy hát nem tudom. Igazából meg lehet csinálni úgy is, hogy két párod van, nem? Hát nem kell a mamának tudnia feltétlenül, vagy papának, és akkor mellette meg... Na, hát érted. Nincs? Jaj, bocsáss meg. De te masszőr vagy egyébként, nem? Nem azért, hogy itt a fiúk figyelmébe ajánljam, de olyan arany keze van Katusz Nolónak, hogy meghűlsz. És úgy ismeri a Jóni masszást, megőrülsz attól is. A francba kell oda menni a... Keresem közben a protorelikviát. Állítólag itt kell lenni annak. Eltartási szerződést kell kötni a lakására, veszel neki tévét, ami megy a stream, és még jól is jár. Ó, na, látod? Erre nem tudom, miért nem gondoltam. Hát a mamák meg a papák sokat értenének abból, hogy itt mi zajlik. Lehet, hogy... Jaj, ne szórakozz. Hogy itt van fent, én meg itt lent keresem. Hát azért nem találom, mert ez itt van fent, a francba. És hogy mész oda fel? Innen? Itt van egy egész második réteg a fejünk fölött, ugye? És hogyha itt elindulnánk egy úton... Hű, jó, szerintem akkor megyünk. Akkor csináljuk meg, felmászunk ennek a csokobónak a hátára. Honnan jött ez a szuper... Mi? Sugar? Mommy? Daddy? Téma? Én nem tudom, Remolian. Téged zavar? Esetleg neked is van ilyen tapasztalatod már? Én szoktam random dolgokról beszélgetni itt a csatornán. Nekem semmi bajom nincs azzal, hogy random dolgokról beszélgetek. Mondják, hogy van ez a izé, van a... Mindjárt mondom. Ezek rendesen megmérgeznek, van egy kis gond. Meg
megy a digidugi a háttérben, hogyha jól hallom. Jó, hál' Istennek legyőztük őket, de most már két Sith is tudott szintet lépni. Pillanatra lefordítottam, leállítottam a streamet, mert meghallgattam egy zenét, visszanézek, és a téma, hogy ma mázni kellene. Nem kellene, de hogy kellene, csak arról beszélgetünk, hogy nem lepődöm meg, hogyha valaki meg így él. Hát ez... Hát ma már... Szerintem a mai világban ezek a témák már teljesen elfogadottak. Hát egyetemista lányok keresnek maguknak heti 1000-2000 eurókat pusztán azáltal, hogy van egy fickó, aki néha meglátogatja őket, és akkor érted. Hát, hogy ma már ezek nem ritkaságok, és szerintem amúgy lehet, hogy régen sem voltak feltétlen azok, csak tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy régen is volt ilyen, hogy eltartás, meg szerető, tudod? Biztos, hogy volt. Csak lehet, hogy nem ilyen méretekben, mint manapság. Én nem tudom. Tehát kellett lennie ilyennek. Felett úgy, csak együtt kell élni vele, nem tudom, annyira nem látom szívásnak. Hát mert nem vagy benne nyilván. Tehát nem neked kell a mamával együtt lenned. Itt van a Google. Mehet a gyerekeknek az összekapdosása. Mehet a durva fogócska, nyomjuk neki. Aztán megvásárolunk minden extra skill pontot magunknak. Belépünk a Mox Toolba. Ha nem láttátok volna, ez egy hatalmas gomba egyébként, ahol a gombaházakban nem a kerti törpék laknak, hanem az iszonyatos Google-ak, akiknek a gyerekei randalíroznak szanaszéjjel. Mókit fogjuk elsőnek... Igen. Mókit fogjuk elsőnek összeszedni. 4 percem van rá. Time limit? Oké, mehet, készen állok. Móki ott van előttünk. Ott van Mox, meg Móg. Szaladás. Várjál, hova kell vinni? Ahhoz a fához. Móg, menjél. Már nem jó helyen vagyok. Jézusom, és neki mentem. De nem ide kell őket hozni. Móki, gyere. Gázunk, mert ha abba belemész, akkor megszívod. És még az idő is megy le. Hányszor lehet elrontani, vagy itt... Nézd, még a banánokat is kidobták meg, a bombákat. Elestem a... fail. Le akarsz állni? Nem, azért jöttem, hogy a gyerekeidet összetereljem. De hol volt a cél? Azaz... A gombánál van. Újra. Még ebben jellemzőbb volt, hogy házasság főként egy gazdasági társulás. Én szerintem nem. Szerintem ez manapság is tökre előfordul, hogy két ember, akik már úgy ismerik a egymás dolgait, meg esetleg közös vállalkozásban éljenek együtt, lehet, hogy már régen nem a szerelem tartja őket egyben, hanem azért, mert mindössze nekik ez így éri meg, nem? Tehát, hogy gazdaságilag is mind a ketten jól élnek. Hát nyilván biztos, hogy van ilyen, hogy szeretet. Tehát, hogy a szeretet az átalakul egy idő után. Nagyon nehéz kérdések ezek egyébként. Csak itt nálunk ma este a twitch.tv.mókáson. Időközben próbáljuk Molanát beperelni. 5 vannak. Na, nincsen spellezés, nem. Menjél oda be? Egy megvan, de itt nem engednek át. Kezdjük a távolabbiakkal. Bocsánat, itt közben összehalta magát a Twitch. Azt nézem, hogy ettől most gyorsabb lettem. Menjél, Molulú! Menjél, ne állj meg, nyomod! Szasz, de tényleg itt is sikerül beakadnom. Milyen békés játékmód ez. Menjél, nyomod! Másik irány. Nyomod! Megvan. 250. Még van előttünk néhány. Itt jönnek a banánosok. Ezek a banánok itt elrothattak a földön. Fújci. Ez végtelenségig megy, ez hülye. Azt a banános mindenedet, hát menjél már oda, hát nem... Na. Jézusom, elcsúsztam. Nem, most ez 2 volt egyszerre. Banánhéj volt, meg spell. De ne nyomjatok már ide mindent nekem, hát ez förtelmesen szar. Na, menjetek be oda, menjél te is. Meneküljünk, mert minden spell előttünk van. És itt átszaladok. Mók, te is menjél, ne hülyeskedjél itt nekem. Menjél be. Új, ez egy banán, nagyon veszély. Kupó, menjél, azaz. Még jönnek spellek. 2 percünk még van, de... Te bentről dobálja ki a spellt. A bombát. Na, menjetek befele, ti meg. Menjél te is. És nem kéne elrontani. És nem fér ott át a fa mellett. Megint megvan egy, eddig jó. Eskü nem merek oda menni. Menj be! Most! Gyerünk! Hát ezen megőrülsz. Ezt senki nem gondol egy ilyen szuper nehéz, de az!
egyértelműen szuper nehéz. Most megvagy. Hál' Istennek! Ez volt az eddigi legnehezebb. Lüsmaci kergetések. Hát ez nem is értem, hogy miféle állat, de förtelmes. Förtelmes. Már is iszom egy kortot, mert ebben az ember beleszárad. És akkor most elmesélik a mogoknak, meg a mágoknak a történetét. Volt 7 gyermekük, megalapították itt a hatalmas empóriumot. Oké. Megismerkedhetünk a történetükkel. Olyan, mintha a zóna másik része lenne zárva teljesen. Lehet, hogy ez a lokáció is, mint a sivatag, 2 részre bomlik. Most akkor tudok tőle vásárolni dolgokat. Azért szenvedtünk vele ennyit, hogy vásárolhassunk magunknak. Zafírból nincs túl sok nálunk. De mennyibe kerül? 10 medálban. Megvesszük közben Tifának az akciópontjait, feltápoló cuccunkat, meg a két Sith-nek a cuccait is. Ez eddig eléggé király. Vibro detektor. Ez a föld alatti rezgéseket érzékeli. Fire matéria, ez szimpla. Level boost matéria, egyébként ebből lehet, hogy nem ártana. De nekem van ebből 2. Én Zafirból veszek egyet, nem tudom, hogy jó-e. De megvettem. Ilyen milyen kis szárnya van, hogy nyomja? Oda néz. Egy kis denevér szárnyakkal nyomulnak. Elképesztően förtelmes állatok ezek. Na jó, túl cukik amúgy, hogy hagyjuk itt őket inkább. És vissza sem nézünk soha többé. Elméletileg most lehet, hogyha tovább megyünk a fő küldetésen, akkor kinyílik ez a része ennek a zónának, és hát azáltal valahogy majd ez is kifog. Én nem tudom. Minden esetre brutális. El tudunk menni fast travel-lel, ide vissza tudunk majd jönni teleport. Jaj, tudod mi van? Hogyha itt most előre mennénk, akkor szerintem ez a toronyhoz innen tudnék átugrani. Ezt próbáljuk ki. De ahhoz fel kéne másznom, nem? Vannak ilyen brutális enemik, amikkel nem küzdünk meg most. 1200 méterre van az a mellékküldetés, amit le kellene adnunk a draconit ércekkel kapcsolatban. Azt már régen megcsináltuk, és tényleg jó irányban vagyok. Lehet, hogy innen ugrasz fel. Itt kellene, hogy legyen egy gomba ahhoz. Ugye nem azt akarod mondani, hogy itt járkáltam körbe-körbe, és ide eljöhettem volna a lábamon. Jaj, ne. Nézd. Igen. Ott nézd csak, ott van egy gomba. Az a gomba, ami ott van, az lehet, hogy ide ugrat fel. Frankon át? Nem. Ez a gomba az ott fentről. És erre hogy mész rá? Fel tud itt ugrani fel? Megőrülsz. Hát fel tud ugrani. Ez egy förtelmes ember. Van a csokogónk. Förtelmes. És most? Hála a jó Istennek, de sokat küzdöttem, hogy itt lehessek ezekkel. Megy a Jamada keményen, akármit is jelentsen. Csináljunk egy triple szárt. Még egyet. Jézusom, mekkorát kapott felhő. Váltsunk át egy másik karakterre inkább. Történik Barettóval, rosszul van. Max, hogy nyomjunk abba. A redukálva kapja sajnos csak a damage-et. Van, hogyha többet kapna, de inkább megvan egy stagger. Hogyan kellett a kutyával harcolni? Be kellett örögni vele, ugye? Bebizony, nézd, hogy nyomja. Nézd a kutyát, hogy nyomja. Gyállas! Azt a büdös mindenit. Felhő minden, oké, nyomod. Most toljuk ki talán a nagyobbik healinget saját magunkra, utána váltunk Barettóra.
Hirdetlen lövöldözések vannak. Tudod, hogy mi lesz? Én leszarom. Én beszumonálok ide valamit. Ifritet? Hát akár ifritet. Figyelj, bármit, csak jöjjön valami. Nézzünk egy ilyet. Na, ő majd rendesen szerintem ketté ver mindent, ami problémázik itt nekem. Summon abilities. Teams on dive, a staggerre mehet. Ott is van, az annak a weakness-e. És oda is mehet a következő limit breaking ability, fire in the hole, mehet. Akkora bombát küldött oda, hogy vége lett a fightnak. És az ifrit is közben úgy tűnik, hogy elment haza. Kicsit overkill volt már a vége, de az elején még nehéznek tűntek. Szóval, kicsit off topic, tudnátok abban segíteni filmeket rendező bővített vagy ilyesmi kiadásokban, hogyan, honnan lehet legálisan beszerezni, milyen módja van ennek? Streaming szolgáltatók manapság, azok a legális megoldások. Én azt láttam, hogy a YouTube-on is reklámoznak nagyon ilyeneket. A streaming szolgáltatók valószínűleg. Meg kell nézni, hogy melyiken előfizetve tudsz esetleg hozzájutni, melyik filmhez. Elég is zsákba macska. Viszont mit tudom én, havi 1000 pár száz forint, vagy 2000, és akkor legalább egy csomó mozit tudsz megnézni. Ezeket akár váltogathatod is. Sok pénzről van szó, kötsz egy szövetséget, alkutól függően néha kikacsingathatsz, vagy eladod magad teljesen, ma is van érdek házasság. Hollywoodi mozik kezdték terjeszteni a legendát, első látásra örök szellemre a herceg szegény lányt választjuk. Hát... azt nem tudom, hogy Hollywood óta terjed-e ez a dolog. A magyar népmesékben nem volt ilyen, hogy a legkisebb fiú, meg a nem tudom, a király kisasszony keze, tudod, meg ilyenek, tehát hogy szerintem nem kell annyira, szerintem ez egy ilyen izé volt. Fizikai változat kell, apró hirdetések, antikváriumokat is megnézni. Azokban is biztos van, ja. Le van szürkítve itt a felfedezni valók egy jó része, ha jól látom. Tudom, már mondtam egyszer, de most tényleg lehetett látni, és ide szerettünk volna eljönni, és oda nem tudtunk elmenni, ugye? Itt voltak ilyen keresztül gázló dolgok, elmegyünk oda is. A lábunkon menetelünk odáig. Na nézzük? 110 méterre jelöltem meg, erre felé. Aha. És ez odavisz pont. Szerintem ez odavisz, gyere csak! Milyen rendes, hogy pont ide jött, hogy fel tudjunk szállni rá. Én valószínűleg nem kötnék érdekházasságot senkivel. Tiszta felesleges volna. Csirke! Mondta közben. A kecske keze. Streaming szolgáltatókban van, köszönöm a megerősítés. Jaj, igazán semmiség. Figyelj, már írtam neked a Dixordon. Nem néznéd meg esetleg? Ninjakkal. Van egy kérdésem. Viccesen hangzik, de pont anyukától akarok megkérdezni valamit, és mondjuk az előbbi kontextus alapján nem arra a témáról van szó. Nézzünk csak közben, balra egy csomó minden kinyílt. Köszönöm szépen. Hogyha ott válaszolnál, akkor nagyon megköszönném. 140 pontunk van, és mi van még? Valamit itt még meg lehet nézni szerintem. Talán lehet, hogy ez az Expedition Intel. A többi rész az fixen le van zárva. Talán itt esetleg felugorhatnék, mert hogy itt megy a fő küldetés tovább. Itt lenne egy mellékküldi, a Gongaga faluba való visszatérésünk, és van még egy ebben a régióban, amikor leadjuk a Kovácsnak a cuccát. Most fogunk oda elmenni, mert most nagyjából végeztünk itt ezekkel a dolgokkal. Hát ez aztán komoly volt. Nem mondom, rendesen belevetettük magunkat itt a dolgok közepébe a felfedezéssel, pedig én azt hittem, hogy ma nem felfedezés lesz a játékban. Megtaláltál mindent? Ó, haver, már két hete őrzöm, ne haragudj. Tessék. Tökéletes, minden itt van. Kösz, hogyha nem sietsz, akkor várd meg, amíg belem fejezem. Ez Barretto fegyverét akarja tápolni, ugye?
Értem, hogy ez a munkád, de tényleg élvezed ezt, hogy fegyvereket készítesz? Persze, hogy élvezem. Ezért választottam ezt a munkát. Emellett... Igazából a viselő, aki megmutatja a szerszámnak, meg az eszköznek az igazi értékét. Jól van. Eléggé szép ez a fegyó, ami ott van most Barettó kezén. Két sisznek meg majd át kell állítani a fegyvereit, mert ő kimaxolta jelenleg rajta lévő. Na nézd csak meg ezt a mestermunkát! Az én ajándékom neked, ragaszkodom hozzá. Igen, de lehet, hogy nem én vagyok a legóvatosabb tulajdonos. Használd, ahogy akarod, valami ilyesmit mondod. És akkor most Barettó kap egy legendás fegyvert, menj már! Aha. Elég sok nyomást helyezel egy csávon, akivel éppen most találkoztál. Az adapter, amit a barátod csinált, az egy olyan ajándék, amit nem is ismersz még eléggé. Jövődre is gondolt. Lehet, hogy ma nem látsz más lehetőséget. Csak hogy fegyvert pakolj rá, de egy nap lehet, hogy máshogy lesz ez majd. Ja, igen, Barettónak itt csak lőfegyverei vannak, igen, igen, és pont ezt mondja a Kovács csávó, hogy lehet, hogy egy nap ez máshogy lesz majd. Lehet, hogy azt akarod majd, hogy ilyen eggbeater legyen, ilyen tojásfelverő egy napon. Jól van, vicces alkalom ez így viccelődésre? Micsoda, hogy jövök neki egy tortával, ami királyhoz méltó? Úgyhogy ne halljál meg, jól van? Értem. Egy fafni rágyút szereztünk, beszarsz. Miféle rágyú lehet? Lehet, hogy nem egy sorozatlövő, hanem ilyen lassan lövő, de nagyokat? Micsoda furcsa figura. Ja, de barátságos volt legalább. Ja, aranyszívű furcsa fickó. Barettóval kicsit elmerülni látszik kapcsolatunk. Azt hiszem, hogy már neki is csak egy bár hiányzik a maxolástól. No, és hogyha most azt mondanánk, hogy Barettó, kérlek szépen vedd fel azt a fegyvert a kezedre. Matéria és equipment, Barrett, Vulcan, Canont használ. Ez ki van maxolva? Á, nem, mert az overcharge gauge-et kellene toppolni, és akkor lehetne kimaxolni, és akkor kapnánk meg ezt a charging uppercutot. Ez egy olyan fegyver, ez a Fafnir Rifle, amivel be kell fejezni enemiket, és akkor point blank. Ja, hogy ez annyi, hogy közelről lő egy olyat, hogy meghűlsz. Ez a point blank shot egyébként pont ezt szoktuk használni a Darkest Dungeonben is, ugye, hogyha emlékeztek rá. Ennek a magic attack-ja nagy, a simpla physical attack-ja kisebb. Én azt mondom, hogy maradjunk jelenleg még a Vulcan Cannonnál, és maxoljuk ki ezt, akkor tegyük bele az időt abba, hogy Barettóval nyomuljunk, és szerintem amúgy hamar meg lesz, hogyha odafigyelünk, hogy csak overcharge-olni kell neki. És hogyha ez megvan, akkor menjünk vissza a faluba, és adjunk ide még egy melléküldetést le. Vagy adjunk le még egy melléküldetést. Elméletileg itt jobbra. Azaz. Szóval meg is beszéltünk mindent, mondja. Szeretnénk, hogyha mindannyiunkat kiképeznétek? A koalíciónk csak annyira jó, mint a leggyengébb tagja, úgyhogy jó lenne, hogyha együtt válnánk erősebbé. De figyelj, mi tényleg csak átmenetben vagyunk itt éppen. De meg is pihenhetnétek. Nem érnek olcsón, viszont a szolgálataink 1 millió gilbe kerül. Hát az elég meredek ár, de valószínűleg meg tudjuk oldani. Mi van? Elfejtette a matériákat említeni. Drága darabokat. Na azt nem tudjuk megcsinálni viszont. Igen, lehet, hogy jók a munkájukban, de nem gondolod, hogy kicsit sokat kérnek. Mi edzést szeretnénk, nem bajt. Jaj, de ciki ez. Jaj, szerencsétlenek. Hát de annyi minden hülyeséget csinálunk ebben a játékban, érted? A Vidám Parkban rodeóztunk, meg mit tudom én. Képezzük már ki, most miért kellett azt mondani, hogy 1 millió gil? Szerintem felhőcske egy seggfej, és egyre jobban mutatkozik ez meg. A legutóbbi epizód végén Tifát belökte egy tóba.
De nem úgy, hogy izéből, viccből, hanem konkrétan majdnem meggyilkolta azt a lányt. Nem tudom, furcsa egy fiú lett ez. Eddig nem ilyen volt. Ha kerestek valakit, akivel egyszetnétek, ne keresetek tovább. Nem kell sem pénz, sem pedig matéria. Elköszönjük Cisznei, az nagyszerű lenne. És velük mi lesz? Hiszen ők a veteránok. Miért? Az én tanításom nem elég jó neked? Ha elfelejtetted volna, azért én is láttam már elég akciót. És hogyha ennyire komolyan veszitek azt, hogy kicsit feltápoljátok magatokat, akkor benne vagyok. Már amúgy is fel akartam ajánlani. Kezd el ülni a sötét oldala? Nem, van vele valami. Azt hittem, hogy jó ötlet, bocs, hogy nem tudtam meggyőzni a többieket. Úgy érzem, hogy amikor először találkoztunk, majdnem olyan volt, mint a sors. De kicsit gondolom, úgy izgultam ezt a dolgot. Na, akkor ennyit erről. Most már nem lehet kibekkelni. Szóval... tudjátok, hogy nem fogok finomkodni veletek. Elvicske meg, Yufi! Megkaptuk a ninjának a skill pont könyvét. 10 darab skill pontot kapott Yufi. Hol van a matériám? Szegény! Jó, elég már. Ciki berakod magad. Yufi annyira akarta volna itt a matériákat, még level up-olt is közben, és csak 15 darab SP-t szerzett, skill pontot szerzett magának. Csak ebből a küldetésből, amit itt leadtunk. És akkor elméletileg, hogyha jól gondolom, akkor megcsináltunk mindent, nem csak itt a városban, hanem kívül is, a városon kívül. Tehát, hogyha most tovább mennénk a fő küldetés vonalra, mióta játszunk, még van egy kevés időnk, akkor lehet, hogy kinyílna itt az új régió. Ez egy kicsit gyanús nekem ez a terület. Lehet, hogy ez itt az utolsó rész, amit megnézhettem. Több mint valószínű, nézd meg, itt mehetsz keresztül. Akkor ezt viszont még meg kéne csinálni, nem? Jó, azt a harcot még megcsináljuk ebben az epizódban. Ja, Yufi szegény hoppon maradt. Meg is jelölem azt ott szerintem egy ilyen gombbal, és aztán reménykedünk nagyokat. Szerintetek át tudunk oda menni? Már most érzem, hogy hülye döntést hoztam. Nagyon úgy tűnt, mintha átmehetnénk oda, aztán a valóság meg az lesz, hogy véletlenül egy pénisz lesz a seggünkben. Ott esetleg felül? Hogyha ott ki lehet mászni, akkor csak fel lehet itt ugrálni, ugye? Nem lehetetlen. De lehetetlen, jó, jó, jó. Igen, azt hiszem, hogy félre gondoltuk ezt. Ifa, te mit csinálsz itt a bokorban? Jézusom, lehet, hogy pisilt. Milyen kellemetlen, nem? Amikor itt szaladgálsz, mint egy hülye gyerek, hogy nem tudod, hogy hova kell menni, a lányok meg éppen kis dolgokat intézik a bokorban. Egyébként a lányok az erdőben is kettesével mennek pisilni, vagy csak a izében, a szórakozó helyeken. Jó fele állok, csak nem jó felé, nem, ott fent kellene lenni, látod, ott fent kellene lenni. Most ezekkel nem akarok megküzdeni, hanem baj. Lehet, hogyha oda felugrasz, akkor onnan tudsz tovább menni, vagy ez csak egy ilyen kétirányú dolog? Mindjárt megnézzük, hogy felenged-e oda. Ó, várj, itt van valami kincs eltemetve. Állítólag egy kicsit jobbrább valahol. Nem mondod, hogy ilyenkor közben lehet forogni. Én ezt nem is tudtam, hogy lehet forogni közben, miközben így nyomozod a kincseket. Látjuk, hogy itt van lent. Tehát akár rá is próbálhatnék így. Jó, nem talál semmit. Akkor inkább ne próbálgassuk, mert... Várjál? Konkrétan tud fordulni, csak nagyon bonyolult ennek a megoldása, mert ugye... Tehát így kb. A másik kezelet el kell mozdítanod a kontroller fogásáról. És akkor most kaptunk valamilyen collectible itemet. Ha feljössz ide és azt mondod, hogy most visszafordulsz. Nem, ez csak egy oda-vissza átjáró. Hát nem tudom.
oda kellene felmenni, tehát nem vagyunk messze a célunktól, hogyha ide valahogy sikerülne feljönnünk, akkor meglennénk. Lehet, hogy az a gomba mutatja, hogy hogyan, milyen irányból. Ugye nem azt akarja mondani, hogy hogyha itt fent nyomulsz, akkor itt kötsz ki. Lehetséges volna ez, hogy... Hát... Ez itt fent van, a víz pedig lent, ugye? Tehát ez egy ilyen felső réteg. És ide nem engedett felmásztam, és hogyha nem mehetsz fel, akkor nem mehetsz át oda. Tehát, na jó, tudod mit? Szarok rá! Akkor menjünk a főküldetés vonalon tovább. Hát ez egyszerűen abszurdum, hogy az ember nem tudja megtalálni ezeket az átkelő helyeket, mert annyira szövevényesre és bonyolultra csinálták meg a térképet. Persze meg fogjuk csinálni, ez most csak egy pillanatnyi kiakadás, nem kell megijedni senkinek. Nyugalom, semmi baj nem lesz, nem fogjuk szétütni Monkey Botot. És szoktatok mérgetekben szétverni valamit? Tehát, hogy olyan mérgesek vagytok, hogy nem tudom, összetapostok egy teljes dobozt, ami mondjuk tele van még. Vagy leeresztitek a szomszédnak a bicikli kerekét esetleg. Jó, felmegyünk. Na hát ide kellett volna jönni már az epizód elején, ugye? Úgy tűnik, hogy megtaláltuk az airstripet, vagy legalábbis ami belőle maradt. Hát jó, egyértelműen látok már szebb napokat. Ez inkább egy kráter, mint felszálló pálya. Semmi miatt jöttünk ide? Talán nem. Látjátok azt? Van valami köztársasági telefonfülke. Ezt megérné megnézni állítólag. Miért? Mi ez? Köztársasági telefon. Az egy bomba ott rajta? Azt írja a Bronco Airlines, hogy küldjetek fel füstöt, és azonnal ott leszünk. Most komolyan. Találtál valamit? Kérdezi Eris. Úgy tűnik, hogy füstöt kell felküldeni. Úgy érted, hogy tűzzel? Miért soha nem hallottál még füstjelzésről? Mit tanítanak nektek Midgarban? Na, hagyd valaki olyan, aki többet is tud az elégnél. Oké. Hát, Yuffie, én nem tudom. Azokat nem úgy kellene, hogy így felé raksz egy poprócot, és akkor ilyen, tudod, ilyen, mint ahogy az indiánok csinálták. Most hívja a környék összes repülőjét, hogy kövessék a... Ez hülye. Hallod? Valami van a kislánnyal. Ne, és tényleg beszumonált valamit. Megidézte a repülőgépet. És akkor most jönnek, tudod, a fortiból a flyerek. Leugranak és szétlőnek mindenkit. Szevasz, Mester Tobi, hogy vagy? Mi a helyzet? Szép munka volt, uram! Mondta a macska. Na, ki lesz ez? Egy új karakter? Nem ismerjük még. Hova mentek, srácok? A Cosmo Canyonba létszik. Te beszélsz? Miféle mágikus trükk ez? Nem, mint hogyha nem láttam volna őrültebb szarokat már az utazásaim során. Szóval hányan is vagytok? Túl sokan. Yuffie itt maradhat. De ez az öreg lány kedveli a kihívásokat, szóval. Ha 1000 gilt fizetsz, akkor szerintem mehetünk is. Mivel amúgy sincs túl sok dolgom. Itt fogom vakarni a seggem, amíg össze nem gyűjtitek a pénzt. Figyelj! Szerintem 63.000 gilen van, úgyhogy szerintem annak a kis töredékét odaadhatnánk. Meglesen majd, köszönöm szépen! Köszönöm, Ninjaka, nagy király vagy. Köszi. Na, leköteleztek, mondja ezzel is. Ugorjatok fel, odaültök, ahol én mondom. Ki kell egyensúlyozni. Hát nem tudom, hogy Barettót hogyan fogják. Mondjuk így a jobb oldali csapat, ugye? Talán ő baloldali kettőt mondjuk így. Szóval kapaszkodjatok keményen. Ha kiestek, akkor egy magatok vagytok. Ki
Kicsit rázós talán ez a felszálló pálya. De azért megoldotta. Gondolták, hogy mi vagyok én? Hát nem tudom, ki vagy te? Én vagyok a Bronco Airlines elnöke, Sid Highwind. Oké, nem ismertük Sidet eddig, de most már itt van. Fogalmam nincs, hogy ki jö, de biztos, hogy a régi játékból nagyon sokan ismerik esetleg. Ez professzor Hojo. Nekem, hogy vajon nem számítottam volna, hogy találkozom valakivel, aki önként veti alá magát ennek a kísérletnek. Te aztán tényleg nem semmi katona vagy, egy igazi modell. Soldier. Ez kicsoda? Milyen kísérlet lesz ebből? Valami makó, ugye? Nem feszengenék, hogyha te helyedben lennék. Nem akarunk komplikációkat. Ki volt az a rossz? Jaj, várj, az a motoros gyerek, nem? Ha, mivel ennyire elkötelezett vagy, adok neked egy kis special treatmentet. Ami majd bizonyosan hőssé tesz téged. Ez a rossz, ez szerintem a motoros majom, igen, már többször megvertük. Az előző részben is, meg ebben is. Hát ez egyszer még években tel lett volna, de most 18 óra alatt végbe ment. Nekem köszönhetően, és hogy ekkora észlény vagyok. Oké, szóval, hogy a vezető fény az ő intelligenciája, és hogy mit tudom én, most magát dicsőíti. Szóval nekünk pioníroknak meg kell tennünk azt, amit másoknak nem, vagy amit gondolom ők nem tudnak megtenni. Mi lett? Mit csinált vele? Szóval még én sem merném ezt megpróbálni, ezt a fejlesztést megpróbálni. Hogy érti? Tehát, hogy a tökéletességen túl tolni, szerintem erre gondol. Aha. Hát ez a minden is. A tökéletességen túl, ugye? Nyilván egy gonosz kacajjal kell professzor Hojótól most el köszönni. Az a verse köve? Igen, és a péniszén jött keresztül. Na mit szólsz ehhez? Miért nem szállunk fent? Miért kell a kanyonba menni? Ja, mert a Cosmo kanyonba megyünk, ugye? Ahol a Cosmopolitant nyomtatják. Hát persze, ott megtudhatod a 16 tippet a tökéletes orális sexhez. Cosmo kanyon régió. De ez most tényleg a következő? Na várjál, mert hát a jungle az most nem lett befejezve, akkor hogy már is itt vagy? Tudom vezetni a gép. Beszarsz, tudom vezetni a gépet. És van motion sensor. Ne. És csak forgatod a kontrollert és nyomja, megőrülsz. Azonnal menjünk le. Nem lehet lezuhanni? Ki lehet dobni Yuffie-t? Nem aggódtok, hogy ilyen nyíltan repkedünk? Mi majd a Shinra észrevesz? Szóval nem övék az ég. Hú, ez nagy király. Ez a motion sensor, ez most itt jól működik. Lemehetek oda az alá gyűrű alá? És frankon le, igen. Ez a gyűrű jelölte a leszálló pályán. Ekkora király egy gépezet ez. Ez már a 10. fejezet. Na, meg is érkeztünk a 10. fejezetében a játéknak, de nagyon rövidre zártuk ezt a 9-et talán. Mondjuk a reaktor jelent az jó hosszú volt, az igaz, de a jungle az nem lett felfedezve. Itt is vagyunk a leszálló pályánál. Elhoztalak titeket, ameddig csak tudtalak, úgyhogy... Remélem nem bánjátok, hogyha most sétálni kell, mert mostantól egyedül mentek tovább. Jó, és mi lesz legközelebb, hogyha megint kell egy... Ja, küldjétek csak fel a szignált. Győződjetek meg róla, hogy van hely, ahol leszállhatok. Jó utat nektek, szava. Hát szervusz, nem vagyok benne biztos, hogy tovább akartunk jönni, de akkor hogyan fedezhettük volna fel az előző területet? És most jönne egy rakéta és belecsapódna, tudod, és örökre itt ragadnánk, ez milyen szar lenne. A völgy erre van, mondta közben, szuper kutya. Na, lehetséges, hogy így most már, várjál csak.
telefon fülkéje, az oda kell menni az Air Stripnél, felküldeni a smoke szignált, és akkor a Tiny Bronco jön értetek. 1000 gillért elvisz titeket bárhová. Várjál? Nem értem, hogy 1000 gill az inaugurális trip. Mit jelent az, hogyha valami inaugurál? És 300 gill subsequent flight. Az nem... Ja, várjál, tehát hogy a területen belül repkedni az 300, de hogyha másik régióba mennél, az 1000 lesz. Valami ilyesmi lehet, ugye? Cosmo Canyon. Na, ez a terület, ez tuti vagyok benne, hogy kevésbé lesz szövevényes. Jézusom. Húha. Nem tudom, hogy hány régió lehet a játékban, mert most ezt a részt még itt egy nagy felhő fedi. Nézzük. De úgy látom, hogy ugye ezeket a régiókat már kimaxoltuk, a Kurel régióban még vissza kellene menni ugye a protorelikviákat összeszedni, a Gongaga régióban a felét fedeztük még csak eddig fel, az a kettő relikvia majd ezt kimaxolja, ide kellene visszamenni, ez pedig egy teljesen új terület. Hát na így viszont ez oké, hogy átjöttünk, de még nem kell, hogy itt legyek, itt még egy mellékküldi is van. Hogyan tudnék? Lehet, hogy el kellett ide repülni, és most, hogyha ha visszarepülnénk, akkor egy másik leszálló pályánál szállhatnánk le, és akkor megnézhetnénk azokat a területeket, amiket eddig még nem lehetett. Mert itt látszik ugye, hogy itt van egy nagyobb... Jaj, ne, várjál! Játszottál Yakuza játékokkal? Játszunk éppen a Like a Dragon Infinite Wells című játékkal, igen. Tehát itt végig lehetett volna menni, látod? Itt, innen, csak jobbra kellett volna kanyarodni. Mondjuk lehet, hogy nem vezetett volna sehová, de lehet, hogy mégis. Lehet, hogy itt be van omolva az út, és azért nem fordultam arra, nem tudom. Ide is majd le kell jönni. Itt lenne egy fotolokáció. Én nem tudom, hogy lehet ez ennyire szuper bonyolult. És hogyha ide akarunk travelni, mindegy, nem tudjuk most elérni ezt. Oké. Vissza fogunk menni az előző helyre szerintem. Ha csak nem, valaki már látta ennek a játéknak a végigjátszását, és tudja, hogy esetleg jól csináljuk most a dolgot, és előre kell itt mennünk ahhoz, hogy ott ezt nyithassuk. Ide kell egy csokobó, amit még nem tudunk behívni, hiszen ebben a régióban nincs csokobónk. Látszik, hogy itt a nyusziknál lehet látni mindenféle kincset majd, hogyha lesz egy csokobó. Na, skacok, akkor tartunk egy kisebb szünetet, hiszen már így is 3 órája megy a stream, és 3 óránként azért nem árt egy kicsit átmozgatni magad minimálisan. Innen fogunk tovább menni, és ahogy ígértem, éjfél utánra Fallout 4-et szavaztatok meg, úgyhogy a Fallout 4 világába fogunk most átállni. És én szeretnék még ezzel a játékkal játszani ezen a héten, úgyhogy nem bánnám, hogyha még legalább egy ilyen epizód, mint ami ma belement, lenne még. Lehet, hogy meg fogom csinálni offline, hogy visszamegyek, megnézem, hogy esetleg tényleg nem tudjuk elérni azt a részt, ami ott a játékban van, vagy most nem tudom, hogy mit hülyéskedünk. Itt van 2 trejó, meg kéne találni az eldugott kincseket. Na, itt van már is egy. Mert akkor lehet, hogy csak annyi van, hogy menjél előre, aztán majd valamikor a játék vége felé visszavezetünk téged, és akkor lesznek olyan képességeid, amivel már fel tudsz menni azokra a helyekre. Nem lepődnék meg, hogyha valami ilyen kitaláció van, csak azért, hogy ne unt szarrá az egyik területet, tudod, hogy így megfelezték. Okos dolog lenne, mert egyébként tényleg ez a dzsungel az nagyon, nagyon hátszé. Szerintem az eddigi legdurvább terület volt, az a dzsungel a játékban. Itt nem engednek leugrani. Lehet, hogy itt van fent valahol. Könnyen lehet, hogy ott a másik oldal lesz az. Itt ez nagyon meredek. Ott lent nem látunk kincset. Egy sárga ládát keresek egyébként. 12 fajta minigame, 50 fajta sidequest, persze. Jaj, megvan, megtaláltam. Na, mindenki ordítozik már otthon, szomszédok megőrülnek. Megtaláltuk a nem tudom milyen ércet magunknak, amivel lehet majd új tárgyakat is csinálni. Az item transmutation az előző területről az szükséges lesz. Szerintem itt ez visszavisz minket még az előző előtti területre is, nem? Tehát, hogyha azt mondanánk, hogy szeretnénk Kurelbe tényleg nagyon jó. Ja, Kurelbe el kellene menni, mert ott még nem csináltuk meg a 2 protorelikviát. Nézzük már meg. És
tök jó, hogy most csak 300-ba került. Lehet, hogy az első került 1000-be, és akkor onnantól kezdve meg mindegyik 300-ba lesz. Úgy hallom, hogy Yuffie már is szétokálta itt a leszálló pályát. A Tiny Bronco pedig elrepült. Ezt megcsinálhatták volna, hogy éppen látjuk ott elszállni a távolban. Azt tetszett volna, hogy innen adják át a játékot, de nem baj, nem baj, ez király. Most elméletileg, hogyha itt a kurálban mászkálsz, meg kellene néznünk, hogy hogyan heliport ott van. A heliporttal hova tudsz elmenni? Ez a gold szószer. Tehát meg kellene néznünk, hogy a protorelikviát itt hogyan tudjuk összeszedni. Kettő hiányzik, és nem jelöl semmit a térkép. Megtaláltunk már egy-kettő helyet, ahol ezeket lehetett látni. Nem emlékszem pontosan, hogy hol, de tudjuk, hogy van. KDG trial, yeah. Szerintem ez meg lett csinálva, ugye? Level 33-at ír. Itt bent mi van? Ez a déli Kurel Mine. Hát jó, akkor hagyjuk. Akkor majd legközelebb, majd rájövök valahogy, hogy... Vagy megnézem az interneten, hogy hogyan kellene ezt így összeszedni, mert nagyon furcsa, hogy majd hívlak titeket, tudod, a rádión keresztül, hogyha jöhettek a következő próbákra, mert be kell rendezni a terepet, meg ilyenek. Aztán eltelt közben a játékban, nem tudom, 10 óra, és még mindig nem telefonált, szóval így már egy kicsit gyanús, hogy lehet, hogy túlságosan előre jöttünk, és már rádiójelek nem érnek el hozzánk, vagy valami ilyenek. Ilyenekre gondolok. Na, mentünk már is, és nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok ebben a felfedezős epizódjában ennek a játéknak. A 10. fejezetbe érkeztünk át a 9-ből. Nem tudom, hogy hány fejezet van a játékban, de szerintem most már azért bentebb vagyunk inkább, mint kintebb. Ha most kilépek ide, 64%-ánál járunk a játéknak, és 49 órát tettünk bele. Egyébként az sem kevés. No, hát innen folytatjuk legközelebb. Köszönöm szépen mindenkinek, aki velem volt ma este. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Egy 10 perc szünetet követően megyünk a Fallout 4 világába, és a Railroad küldetéseit fogjuk megcsinálni. Hogyha szeretnétek támogatni csatornánk fennmaradását, a vodok alatt megtaláltok mindenféle ilyennel kapcsolatos információt, vagy lent a panelekben, és nagyon szépen köszönöm, hogyha esetleg csatlakoztok a patronusokhoz, vagy ilyesmi. Szóval, ja, köszönök szépen mindenkinek mindent, és hamarosan innen folytatjuk.